Oké, okay. Sziasztok! Tihanyi Norbert vagyok, és mint a címből már kiderült, ugye a véletlenszám generálásról és a hozzákapcsolódó matematikai és alkalmazás programoknak a különböző metodikájáról lesz szó. Megpróbálok azokra a kérdésekre válaszolni, amit ugye kaptam, hogy próbáljunk meg kicsit körbejárni, hogy egyébként programozás szempontjából mit érdemes használni. Egyébként mondjuk jelenleg most a NATO-EU szabvány szerint mit vannak elfogadva szoftveres úton, vagy egyébként milyen szintű titkosításnál, vagy milyen szintű akár bármilyen fontosabb programnál érdemes szoftveres vagy hardveres véletlenszámgenerátort használni. És hoztam egy-két ilyen hát ismertebb vagy kevésbé ismertebb programot is, amivel majd megpróbálok egy-két mintát vagy reprezentációt bemutatni, és azokon keresztül végigmenve próbálom kicsit interaktívábbá tenni majd az előadást. Majd próbálom úgy felépíteni a dolgokat, hogy szerintem így fogok kérdezgetni, úgyhogy ez így általában így szoktam csinálni az előadásokat, úgyhogy nyugodtan, ha valakinek van jó hozzászólása, vagy ötlete, vagy egyéb hozzáfűzni a valója, akkor hajrá. És egyébként tényleg próbálom úgy fölvázolni ezt az egészet, hogy nem mint egy előadás, hanem itt tényleg egy ilyen brainstorming, és próbálunk majd jó dolgokat hozzászólni, vagy akinek esetleg van még ötlete. Jó, hát ugye, amivel fogom kezdeni, az egy gyors bevezető, és fölvezetni, hogy ugye tényleg, mielőtt a véletlen számokra rátérnénk, ugye mindenki számára ismert, vagy akinek nem az, akkor majd utána olvasd, de azért remélem mindenki számára ismert, ugye 49-ben Claude Shannon bizonyította, hogy létezik tökéletes titkosítás a kriptográfián belül, az úgynevezett one-time pad, amelyik ugye kizárólag akkor nyújt tökéletes védelmet, amelyet a ugye 49-ben publikált cikkében leír különböző feltételeket. Itt ezt a pár feltételt kiemeltem. Nem mindegyik szokott ismert lenni, általában azért triviálisak, de gyorsan menjünk rajta végig. Ugye a nyílt szöveg és a rejtjezett szöveg ugyanakkor a méretű. Ugye nagyon fontos, hogy a titkos kulcsot egyszer használjuk. Ugye ezt kiszokták hagyni a harmadik feltételt, de azért feltételezzük, hogy semmilyen egyéb információ nincs egy támadónak a nyílt szövegről. És ugye fontos a negyedik is, hogy a karakterkészlete a kulcsnak és a magának a lénytexthez kapcsolódó, és ugye a rejtezett szövegnek is ugye azért meg kell egyeznie. Ez ugye az csak annyit jelent, hogy ne az legyen, hogy sokkal rosszabb a kulcskészlete mondjuk a kulcsnak olyan a karakteret, ami felhasználhat, mint ami megjelenik mondjuk a rejtezett szövegben. És ugye a negyedik az, amit kiemeltem, a titkos kulcsnak valódi véletlennek kell lennie. Az elsőnél a plain text, a cipher text, is the same size. És igen, valóban, köszönöm szépen, ez jogos. A kulcsméret az természetesen, hogy akkor lesz ugyanakkor az output a plain textből és a cipher textből, hogyha ugyanaz lesz a kulcsméret. Természetesen ezt majd itt javítani fogom, mert ugye itt egy modulok szor a runtime padnél, de természetesen ez így félérthető lenne, hogyha azt mondom, hogy a plain text és a cipher text ugyanakkora. Ugye egyébként ebből a kettőből, hogyha a VRAM titkosításnál maradunk a runtime padnél, akkor ugye ebből következik, hogy a titkos kulcsnak meg kell egyezni a plain texttel, mert ugye csak akkor lehet ugyanakkor a cipher text is, hogyha összeszorolom a kettőt. Természetesen ugye itt a runtime padről van szó. Igen, de itt a runtime padről van szó, ugye, de valóban ez így jobb az elején tisztázni. Valóban úgy precízebb a megfogalmazás, hogy a plain textnek és a kulcsnak ugyanakkor a hosszúnak kell lennie, és akkor lesz ugyanakkor a hosszú ugye a cipher text is. Jó. Ugye a negyedik, pontosabban az ötödik feltétel, az, amit kiemeltem, ugye az, hogy a valódi véletlennek kell lennie a generált kulcsnak, és 49-ben, amikor megjelent ugye ez a publikáció, akkor ugye nagy kérdés volt a matematikán belül, hogy van-e valódi véletlen, vagy nincs-e valódi véletlen. Ugye most egy gyors pár kérdés, azért gondolom elég sokan jártasak a témában, vagy legalábbis sok hasonló hozzákapcsolódó kriptográfiai, vagy egyéb ugye ilyen informatikai biztonsági témához kapcsolódó cikkeket olvastak. Ki az, aki azt mondja, hogy van valódi véletlen? És ki az, aki azt mondja, hogy nincs valódi véletlen? Jó, ez majd mindjárt hamarosan kitérünk rá. Ugye 49-ben hasonlóan ugyanez volt a kérdés, és az nem volt egyértelmű. Semmilyen bizonyítás és semmilyen egyéb, se kvantumfizikai, sem matematikai bizonyítás nem ismert meg volt 49-ben. Tehát az egyetlen egy feltétel az utolsó,
akkor teljesül, hogy van tökéletes titkosítás, hogyha van tökéletes véletlen. Ez egy igen nagy kérdés volt hát ugye a második világháború után, és mint kiderült, nem is annyira egyszerű volt megfogalmazni először is, hogy mi a matematikai definíciója a véletlennek. Gyorsan végig szeretnék menni egy-két ilyen bemutató példán, amit ugye először Kolmogorov és utána később más matematikusok is alkalmaztak. Ugye elkezdték vizsgálni, hogy van-e valamilyen definíciója, matematikai definíciója véletlennek, és ugye elég sok problémát vett föl az, hogy egyáltalán mi az, hogy véletlen matematikailag megfogalmazva, és mint kiderült, a mai megfogalmazás is, és egyébként különböző informatikai biztonság és egyéb matematikai megfogalmazások sem mindig egyértelműek. Nézzük az első sorozatot. Ugye itt most lehet akármi, tegyük fel, hogy az egyesek a fej, mondjuk a nulla az pedig az írás, tehát valamilyen fél pénzfeldobásból kapott sorozat. Hát ugye látjuk, hogy az első sorozat az ugye valószínűsített, nem véletlen, hogy mondjuk ugye egymás után földobom a pénzérméket, és csak ugyanilyen hosszúságú sorozatot kapok. Azért természetesen is szeretném kiemelni, hogy természetesen ez is előfordulhat egy véletlen sorozatban, hogyha kellően nagy mintából választom ezt ki. Itt most ugye próbáljuk ezt leegyszerűsíteni, és mondjuk azt, hogy az első azért úgy gondoljuk, hogy nem véletlen. Nézzük a második sorozatot. Ugye megjelentek ilyen különböző próbálkozások 50-es évek elején, ugye később utána meg előtte is ugye Neumanntól, és különböző cikkekben, hogy mondjuk azért feltétel az, ugye, hogy egyenletes eloszlás mutasson ugyanazok a elérhető karakterkészlet, vagy a benne előforduló karakterek, itt most ilyen esetben az 1-es és 0. Tehát ugye azt kell mondani, hogy egy sorozatban, hogyha kiválasztok, akkor azért megfelelően körülbelül 50-50%-ba forduljon elő azok a mondjuk itt az 1-esek és 0-ák. Természetesen ugye százalék eloszlásában azt tudjuk, hogy milyen karaktereket választok bele. Itt most a kettőnél azt kell mondani, hogy körülbelül 50-50%-ba kéne, hogy előforduljon. Hát ugye a második feltétel az teljesíti, 50-50%-ban fordul elő, azért mégsem lehet azt mondani, hogyha dobok 20 fejet, majd 20 írást, akkor az véletlen műve. Tehát azért érezhető, hogy ez még mindig kevés ez a definíció. Nézzük az S3-at, ugye később bevezették azt a definíciót, hogy bármilyen kis részsorozatot emelek ki a sorozatból, annak is teljesítenie kell ugye az egyenletes eloszlást, és egyenletesen kell eloszlani a benne előforduló karaktereknek. Hát ugye a hármas sorozat, hogyha jól látjuk, akkor ez teljesíti ezt a feltételt. Nagyjából bármilyen kis részsorozatot választok ki, akkor vagy plusz egyen, vagy több lesz a nulla, vagy az egyes, attól függ, hogy most hogyan választottam ezt ki, de megközelítőleg mindig egyenlő számba fog előfordulni a kiválasztott kis részsorozatból. Ugye azért mégis látjuk, hogy 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, ez sem tűnik véletlennek nagyon. Tehát akkor ugye egyre több különböző matematikai definíciókat vezettek be. Itt most mehetnénk körülbelül 40-50 darab ilyen szép megoldásokon keresztül. Mégis megpróbálom azért kihagyni azokat és most átugorni. Mégis mi lehet a definíció, ugye? Most nézzük a negyediket. Az természetesen lehet, hogy ez is valamilyen olyan alakja, hogy a pi-nek vagy a bármilyen más irracionális számnak mondjuk a bináris alakban felírt változata. Ez most jelen esetben egyébként egy véletlen számgenerátorral generált output, tehát azt gondoljuk, hogy véletlen, természetesen ezt kijelenteni azért nem lehet. Úgy tűnik, hogy annak tűnik első ránézésre. Amikor megjelent először, sajnos muszáj kitérni a matematikai definíciókra, néhány fontos tételt hozzá, itt nem próbáltam összeszedni. Az első fontos, ugye, hogy az első olyan megfogalmazása a véletlennek az 1963-ból származik, amikor Andrej Nikolajevics Kolmogorov megpróbálta definiálni képletekkel és matematikai exakt módon leírni azt, hogy mit jelent véletlennek lenni, igazából hogyan lehet megállítani sorozatot, hogy véletlen. Hát, hogyha megnézzük, később ugye itt nem csak Kolmogorov nevét, hanem Sajtinek a nevét is ugye látjuk, függetlenül egyébként a kutatások hozzá nevükhöz fűződik, ezért általában vagy Kolmogorov bonyolultságnak, Kolmogorov komplexitás, vagy Kolmogorov Sajtin komplexitásnak fogjuk hívni. Muszáj bevezetni ezt a úgymond kicsit, hát nem bonyolult egyébként, de később látni fogjuk, hogy milyen hasznos lesz a programozási nyelveknek a véletlen számgenerátorait vizsgálva. Nézzük meg, jelölje, ugye S az egy string, bármilyen szó, vagy bármilyen ugye véletlen sorozat, és jelölje DS, ennek a S-nek a
legrövidebb leírását egy L-univerzális nyelven. Ugye ezt mindig ki szoktam emelni, hogy nem fogjuk definiálni itt most matematikailag, aki szeretné, az meg tudja nézni, hogy mit nevezünk L-univerzális nyelvnek. Ugye itt nagyon laikusan annyit kell benne érteni, hogy az, hogyha mondjuk valamelyik nyelvben rövidebb valami, az nem azt jelenti, hogy maga ennek a S-nek a leírása valóban rövidebb, hanem megpróbáljuk tényleg egy olyan a legrövidebb nyelvet megkeresni, amiben ezt le lehet írni. Akár nem muszáj itt olyan nyelvekre gondolni, mint például az, hogy magyar vagy angol, ugye lehet, hogy egy angol mondat rövidebb magyarul vagy fordítva, de itt nyugodtan gondoltunk akár programozási nyelvekre, Turing-gépekre, bármilyen objektumra, matematikai objektumra, ami egyébként le tud írni egy akár függvényt, vagy bármilyen másik objektumot. Itt most egyébként a teljesség igény nélkül maradjunk a stringetnél, az S-nél, de természetesen ez bármilyen matematikai objektumra, vagy bármilyen más objektumra bevezethető. És azt mondjuk, hogy a DS-nek a hosszúsága, tehát a DS-nek a magának az, hogy milyen hosszú ez a legrövidebben leírható string, ezt nevezzük Kolmogorov komplexitásnak. Tehát azt mondom, hogy ha egy stringet nem tudok rövidebben leírni, akkor a Kolmogorov komplexitása az ez a szám, amivel le tudom minimumon írni egy L-univerzális nyelvben. Nem tudom, ehhez kapcsolatban kérdés, ez érthető, hogy egyébként ezzel mit szeretnék kifejezni? Ugye itt megpróbáljuk definiálni azt, hogy hogyan tudok egy stringet minimum leírni. És ugye Kolmogorov azt állította, pontosabban később bizonyította is, hogy Kolmogorov komplexitáshoz kapcsolta a véletlenség fogalmát, és azt mondta, hogy nagyon jó definíciónak tűnik az, és később egyébként az entrópia tétel segítségével a Shannon-féle tételhez kapcsolódóan, és egyéb számelméleti és egyéb való statisztikai bizonyításokhoz kapcsolódóan ki tudta mutatni, hogy ez nagyon jól alkalmazható a véletlenség leírására, és azt állította, ezt most nem matematikai bizonyítással fogjuk most megnézni, azt mondta, hogy véletlenszerű egy string, hogyha azt nem lehet tömöríteni, nem lehet rövidebben leírni, mint magát a stringet. Ugye, itt most, hogyha visszamegyünk ide, itt az elsőnél nagyon jól lehet látni, hogy ugye az, amit mondtunk, éreztük is, hogy nem véletlen, nagyon jól lehet látni, ugye, amit itt le is írunk itt az alján, hogy az 1, 42-szer. Hát, hogyha valakinek át szeretnénk küldeni ezt, akkor az kérdés az, hogy tudom-e rövidebben leírni, tudom-e egy csatornán ezt az információt rövidebb módon átküldeni. Ugye az első példát nagyon egyszerűen át tudom, azt mondom, hogy írd le 42-szer az 1-est. Ez kevesebb karakter egyébként, mint leírni a 42 1-est. Természetesen ez egy magyar mondat volt, ez nem egy L-univerzális nyelv. Az L-univerzális nyelvben, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy lehet olyan másik nyelvet, akár matematikai nyelvet, akár bármilyen más nyelvet találni, amiben egyébként ugyanez az információ tartalom át fog menni, és kevesebb karakterre lehet írni, mint az, hogy írd le 42-szer az 1-est. Ugye látszik, hogy a második is leírható így, írd le, hogyha az előbb 42-t mondtam, akkor írd le 21 darab 1-est, és írd le 21 darab 0-át. Ez is rövidebb lesz, mint a maga 42 karakter hosszú string. A hármasnál is látszik, hogy fönnáll az, hogy Kolmogorov definíció alapján, ugye, hogy nem tudom tömöríteni a stringet, itt tudom, azt mondom, hogy írd le az 1 nullát 21-szer egymás után. És ugyanazt az információt küldtem át sokkal kevesebb karakterrel, mint magát a sorozatot. Természetesen ez sokkal jobban szembetűnőbb, hogyha mondjuk ezt 10.000, 100.000 vagy 1 millió bitnél csináljuk ugyanezt. Ugye, és azt mondom, hogy írd le 1 millió 1-est, mint hogy leírok 1 millió darab 1-est. És ugye itt jön a negyedik, amire Kolmogorov azt állította, hogy egy sorozat véletlen, hogyha nem tudom rövidebb úton leírni. Ezt matematikai formulizással írta le. Ebben nagyon jó látszik a 4-esnél, hogy nem tudok olyat mondani, hogy azt kezdem el mondani, hogy írd le 1 darab 1-est, majd 3 darab 0-át, majd 3 darab 1-est, 0-1-et, sokkal hosszabb lesz a átküldendő szöveg, mint hogyha leírom magát a stringet. Tehát azt állított a Kolmogorov, hogy valami véletlen, hogyha a legrövidebb leírható módszere az, hogy magát leírom a stringet. Ugye ez érthető, nagyon sok esetben ez később fontos lesz a tömöríthetőség fogalmánál, és magánál annál a definíciónál, hogy mit nevezünk igazából véletlennek. Ehhez kapcsolódóan kérdés, ez érthető? Igen, mert itt mondhatom azt, hogy úgy írom rá, hogy S nyitott, és az elég rövid, és van hozzá egy automata, amelyik ezután fel tud jól olvasni az üteket. Hát itt a rendre azért vannak megkötések. Nem kell átküldeni az elv definícióját. A lényeg az, hogy pont itt van a kulcs, ha semmilyen egyéb információt nem mondok, tehát most azt mondom, hogy én ugye egy
leírandó objektum vagyok, tehát engem is le kéne írni, hogy azt elmondjam a másik oldalon. Tehát az, hogy átküldöm, hogy S4, az nem fogja hordozni magát ezt a stringet. Ha azt átküldöd valakinek egy, most vegyünk egy sima ugyanolyan kommunikációs csatornát, egy messenger, bármit. Azt mondom, hogy ezt az információt szeretném átküldeni neked. Ebben az esetben, ha te azt mondod, hogy itt egy S4, és majd a Fianyi Norbert elmondja, ezzel nem fogod tudni meg ezt az információt. Tehát a feladat az, itt most bármilyen matematikai definíció nélkül tényleg, hogy ezt az információt a másik oldalon tud rekonstruálni. Ennyire egyszerű a feladat. Hogyha itt a különböző megkötéseket teszünk, hogy majd én elmondom, meg stb., ettől neked még nem lesz ott ez az információ. Az esetje esetben a különben átkérdezik, mert az, hogy 42 darab egyes, amit tudodan az értelmekkel hihezhet egy neked. Hát ez különös program, és 1 millió darab egyesnél aztán nagyon jó lesz. Ez akkor egyébként, tehát lehet, hogy most ugyanezt ki akartam emelni, hogy köszönöm egyébként a hozzászólást, ugye majd kitérnénk. Ugye itt mondtam, hogy itt 42 darab egyesnél van szó, de sokkal szembetűnőbb, amit mondtam az előbb is, hogy 1 milliónál vagy 10 millió darab egyesnél, ugyanúgy akár programot, vagy akár bármilyen nyelvet, ami értelmezi. Természetesen én... Most képzeljük el, hogy oldal egy más lakó, és semmit nem tudom. Természetesen, nagyon egyszerűen megfogalmazom, az, de itt majd mindjárt lesz a következő. De egyébként a mérnöki probléma az nagy, egyébként nagyon jó a felvetés, mert egyébként, hogyha az van, hogy nem tudja értelmezni, tehát semmilyen, és valóban át kell küldeni az elnyelvet, ugye 63-ban Kolmogorov, amikor megalkotta ezt a definíciót, később megjelentek, de nagyon jó a felvetés, 64, 65 és 67 között azok a cikke, amelyik azt mondták, hogy le lehet-e írni egy L-univerzális nyelvet véges karakterszámmal. Amennyiben ez igaz, le lehet írni egy L-univerzális nyelvet véges karakterszámmal, annak a deszkripcióját, akkor annál tudok mondani olyan nagyobb stringet, amit ha átküldök, akkor ezzel az L-nyelvvel plusz az átküldött információval biztos, hogy rövidebben le tudom írni. Egyébként a teljes definíció így néz ki, de ezektől most tényleg, hogy az L-univerzális nyelv az hogyan néz ki, azt nem definiáljuk. Van, hogyha mondtam, hogy nem csak string, ugye itt próbáltam itt mutatni, hogy ugye itt stringekre beszéljük, de ez a minimal description, tehát a legkisebb leírhatóság, ez nem csak stringekre, hanem bármilyen objektumra vonatkozik, bármilyen akár matematikai definícióval, bármilyen megfogható objektumra. Tehát, hogyha egy hajórakományt szeretnék bárhogy leírni matematikai úton, meg lehet próbálni, és amennyiben nem lehet azt rövidebb úton leírni, vagy nem lehet rövidebb módon reprezentálni, akkor az a Kolmogorov bonyolultság lesz ennek az objektumnak. Tehát valóban. És egyébként az a kiegészítés, hogy ebben az esetben, hogyha ott egy olyan ember ül, aki nem tudja értelmezni az én nyelvemet, akkor mellé kell küldenem egy L-description nyelvet, azt az L-univerzális nyelvet, ami ezt tudja értelmezni. Egyébként általában ezt Turing gépetnél szokták, tehát programot küldenek mellé, és azt mondják, hogy ez a program lefutatja ezt. De csak a teljesség igénye nélkül valóban, hogyha semmilyen információ nincs a másik oldalon, nem fogja tudni ezt csak így értelmezni. És most jön egyébként ehhez a felvetéshez kapcsolódóan, hogy ha nem tudom tömöríteni, meg tudom tömöríteni, stb. Az érthető, hogy azt mondjuk, hogy ha nem tudom tömöríteni, Kolmogorov azt mondta, hogy ez véletlennek tekinthető. Van egy nagyon fontos követelmény, és ha itt már elkezdtünk volna örülni, hogy én átküldöm a más lakóknak az L-univerzális nyelvet, és hogy egyébként az L-univerzális nyelv nélkül majd egy programot küldök neki, ami esetleg kiszámítja ennek az S-nek az, hogy mi a minimal description-je, akkor később bizonyította ugyanúgy csak Kolmogorov, hogy nem létezik olyan program, amely ki tudja számítani a Kolmogorov bonyolultságot. Egy kicsit megcsavarjuk a dolgot. Tehát most, hogy így pont belejött ez, hogy milyen jó, hogy átküldöm neki majd az L-univerzális nyelvet, és esetleg mellé küldöm ezt a programot, amelyik azt mondja, hogy majd jó kiszámolja az S minimális hosszúságát. Ezt bizonyították, hogy nem létezik ilyen program, és itt ugye megint ne csak arra gondoljunk a program, pontgyulán megfogalmazva, mint program, hogy Pascal, vagy Python, vagy akármi. Egy olyan matematikai modell, Turing gép, amelyik ki tudja számolni ezt az eset. Tehát semmilyen konstrukcióhoz nem létezik olyan L-univerzális nyelv, olyan Turing gép, legyen az program bármi, amelyik ki tudná számítani ennek az S-objektumnak a Kolmogorov bonyolultságát. Nem tudom ki az, aki ismeri ezt a legelőször a 70-es években megjelent Saitin és ugye a Kolmogorovhoz, 63-ban megjelent bizonyításához kapcsolódó proof of conceptet, nagyon sok helyen megtalálható. Adtak egy algoritmust, amelyik egy ellenpélda arra, hogy miért nem tudjuk kiszámítani a Kolmogorov bonyolultságot.
Nem tudom, ki az, aki ismeri a bizonyítást. Egyébként, hogyha valaki utána néz, szerintem maga a tétel és ami benne szereplik bizonyítás viszonylag érthető, de azért elég sok mindennek kell utána nézni. Viszont ez a bizonyítás olyan sok matematikát nem használ, hanem egyszerűen csak logikai dolgokra próbál rávetíteni. Képzeljük azt, hogy ki tudjuk számítani egy stringnek, mondjuk ennek, a négyesnek, hogy mennyi a kolmogorok bonyolultsága, hogy a kolmogorok bonyolultsága az egy egész szám lesz, hogy mennyivel tudom én ezt pontosan leírni. Itt most megint ugye zárójelben valaki megkérdezhető, hogy ugye nem csak egész szám lehet egy kolmogorok bonyolultság, itt most megint csak ugyanerre a stringre és ugyanennel a formulázásnál sem maradtam, semmilyen más objektumot nem szeretnék belevonni itt a bizonyításba. Képzeljük el, hogy van egy függvény, aminek az a neve, hogy Kolmogorov komplexitás, és ki tudja számítani egy beadott input paraméterről, hogy mennyi a legrövidebben leírható stringnek ez a formája, tehát hány karakter kell minimum egy ilyen univerzális nyelvben, hogy ezt le tudjam írni. Képzeljük el, hogy ennek a forrása, ugye az biztos, hogyha ez egy algoritmus, akkor algoritmus definíciója alapján, amelyik ugye véges időben be kell, hogy fejeződjön, akkor ugye joggal merül fel a kérdés, akkor a végtelen ciklus az algoritmusa, vagy nem. Egyébként nem, tehát bármilyen meglepő az algoritmus nével, ugye azt nem nevezhetjük algoritmusnak, mert ugye az algoritmus definíciója, hogyha azt mondom, hogy egy bemeneti válaszra véges időben valamilyen kimenetet ad, akkor egy végtelen ciklus ugye az nem egy algoritmus. Egy biztos, hogy a Kolmogorov komplexitás függvény, bármit is csináljon, bárhogy nézzen ki, bármilyen nyelvben, véges hosszúságú lesz. Legyen például ez a véges hosszúságú függvény 100 000 bit mondjuk, bármennyi lehet. Ha valakinek kevés, akkor akár majd följebb is mehetünk, semmi gond. És képzeljük el ezt a függvényt, amit itt látunk, generate string, és képzeljük el ezt az algoritmust. Mit csinál ez az algoritmus? Ki az, aki tudja értelmezni, hogy mit csinál ez az algoritmus, ugye? Nagyon jó, ugye volt itt egy ilyen, hogy az első for ciklus azt mondja, hogy az i egyenlő 1-től végtelenig megy, és utána azt mondjuk, hogy for each all string s of length i, tehát végig megyünk az összes olyan s stringen, amelyik a hosszúsága i, tehát ugye először 1, tehát 1, 0, ha jelen esetben az 1 és a 0-nál vagyunk, ugye természetesen a más karakter készlet is benne lenne, akkor természetesen ez már nem igaz. Akkor sokkal több egy hosszúságú string is lehet. Nézzük például csak egy ABC-t, ugye, ott már 44 van mondjuk a magyarban, stb. Stb. Utána jön a következő, az, hogyha a Kolmogorov komplexitás ennek az S-nek, nagyon mint 200 000, ugye, hogyha az I-nél tartunk, ahol az S az 1, az biztos, hogy nem lehet ugye a Kolmogorov komplexitása 200 000, mert erre ezt le tudom írni egyel magával, de természetesen így megyünk tovább, és ha ilyet talált, amely 200 000 nagyobb, akkor visszatér ezzel az S-sel. Megyünk szépen végig ugye az egyeseken, a ketteseken, a hármasokon, a négyeseken, az ötöseken. Ugye érthető, hogy 200 000 alatt nem nagyon fogunk ilyet találni, ugye azért az látszik. Majd szépen elérjük ezt a számot, ahol a Kolmogorov komplexitása az S-nek nagyobb, mint 200 000. Ugye 200 000 azért nem lehet ilyet találni, mert azt mondtuk, hogy a minimális leírható hosszát jelenti ez, és hogyha tegyük fel, hogy 10 000, akkor leírom magát a stringet, az azt jelenti, hogy 10 000-ből le tudom írni, tehát az kisebb, mint 200 000. Tehát biztos, hogy majd valahol 200 000-nél kezdünk el majd jó úton járni. És megtaláljuk az első olyan stringet, biztos, hogy tudunk olyan stringet mondani, ami 200 000 karakterrel lehet csak leírni, vagy 200 000 bittel, ugye itt jelen esetben, egy jó valódi véletlen sorozatszerűségnél, és visszatérünk ezzel az S-sel. Na mit? Mi ebben a logikai hiba? Nagyon jó. Ugye ez a bizonyítás, ugye, amikor 63-ban megjelent, akkor nagyon érdekes további paradoxonokat vetett fel ugye, a matematikában, ami később eléggé ismerté vált, és egy hasonló paradoxon majd mondok ehhez. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy a Kolmogorov komplexitás függvény 100 000 bit, ugye? Azt mondtuk, hogyha nem 100 000 bit, hanem 1 millió, akkor nem 200 000-et keresek olyan est, hanem 2 millió, tehát ugye ez nem probléma. Azt mondtuk, hogy 100 000 a Kolmogorov komplexitás függvény hossza, és azt mondjuk, hogy ez a program, ami itt van, ez mondjuk 500 bit, hát nem számoltam meg, lehet, hogy 319 plusz ugye ez a 100 000, akkor ez azt jelenti, hogy ez a program most jelenleg 100 500
bitből leírható. Tehát 100.500 bitből tudok egy olyan stringet kinyomtatni, amíg elvileg csak 200.000-ből lehetne, mert azt mondtuk, hogy a kommagolok komplexitása minimum 200.000. Ugye ez egy ellentmondás. Mindenki érti az ellentmondást, és mindenki látja, hogy egy 200, elvileg egy olyan stringet, amit csak 200.000-ből lehetne leírni, kinyomtattam egy olyan program, aminek a kommagolok komplexitása 105.000. Mert ezt a stringet le tudom rövidebben írni, mégpedig ezzel a programmal. Van, van. Azt... A legkisebb olyan természetes szám, amit ezzel a mondattal nem lehet. Ugye, ez a Bell paradoxonhoz kapcsolódó, hogy melyik az a leg... Tehát igen, így fogalmazódik egyébként, aki nem ismeri a Bell paradoxon, ezután a később nagyon szépen megjelent meg, ugye előtte is elkezdtek ezzel viccelődni, hogy a legkisebb olyan szám, amelyik nem írható le, kevesebb, mint 20 szóval, mert ez 14 darab szóból állt. Hát leírtam ezt a számot, tehát akkor elvileg nem létezik ilyen szám. Pedig, igen. Egyébként ez egy nagyon jó hibájára mutat rá egyébként az analízisre, és magára a matematikai konstrukcióra. Az egyik fontos következménye, hogy a Kolmogorov komplexitás nem kiszámítható. Most tényleg lassan majd mindjárt végzünk a matekos részével, csak muszáj ezeket belevenni. Na ez miért lehet fontos, hogy 63-ban ezt Kolmogorov bizonyította, hogy és mi köze lehet a véletlenekhez? Ugye azért már össze lehet rakni, az előbb azt mondtuk, hogy a véletlenszám az, hogy nem lehet tömöríteni, utána később bizonyítjuk azt, hogy ugye a Kolmogorov komplexitás nem kiszámítható. Mi ennek egy nagyon fontos következménye vajon? Nagyon jó. Egy másik nagyon fontos következményt mondanék. Ugye az első mondat a Nagymány Jánostól származik, még ugye előbbről, még 63, és azt állítja, hogy aki arifmetikai egy módszerkel próbál véletlen számot létrehozni, ugye ez egy bűnös állapotban van, tehát bűnkövetel. Ez egy nagyon híres mondás ugye Nagymány Jánosnak, és itt az alján ugye a slide-nak van a nagyon fontos következménye, ami a programozóknak és nekünk lesz nagyon fontos. Nincs olyan matematikai algoritmus, amelyik valódi véletlen tudna generálni. Ez ugye előszörre meghökkentő lehet, de nekünk ezért fontos a Kolmogorov komplexitás és a bizonyítása, és ugyanaz a contradiction, ugyanaz az ellentét, ugyanaz a bizonyítása ennek is. Tegyük föl, hogy van egy algoritmus, amelyik tud valódi, tökéletes véletlen számot generálni. Beadom, hogy mennyit kérek, és kiadja. Egyértelmű, hogy ez az algoritmus, mondjuk legyen itt jobb oldalt ez, a forrás kódja véges hosszúságú, ugye? Ez mindenki számára... legyen itt is 1000 bit, bármennyi, véges hosszúságú a forráskódja, és azt mondom ennek a nagyon tökéletes programnak, hogy kérek tőled 10 millió giga véletlen számot. Jó, el lesz egy darabig, de majd kiadja, és azt mondja, hogy ez a tökéletes véletlen szám sorozat, tökéletes véletlen. Hát ugye, itt felmerül ugyanaz a probléma, amit az előbb bemutattunk, véletlen valami, akkor nevezünk véletlennek, ha nem lehet semmilyen elugyanezás nyelvvel rövidebb módon leírni, mint magát leírom ezt a stringet. Hát ezt a 10 millió gigát le tudom rövidebb módon írni, már pedig ezt a 1000 bites programmal. Természetesen, ugye, látszik, hogy az elúgynevezés nyelv épp azért volt fontos, mert mindegy az, hogy most ez string, vagy milyen, bármilyen nyelven vagyok. Ha találok bármilyen olyan nyelvet, amiben le tudom rövidebben írni, az már nem véletlen. Tehát, hogyha van egy 100 gigányi véletlenem, amit egy 5 kilobájtos program generált, és neked odaadom ezt az 5 kilobájtos programot azzal a bemeneti seeddel, amelyikkel indítsd el. Természetesen ez a seed, az hozzá tartozik majd, hogy az plusz megnöveli ezt a program forráskódját. Tehát 1000 bit a forráskód, plusz 256 bit a seed, akkor 1256 bitből én le tudom generálni ugyanazt a 100 gigát. Ez ugye érthető. Tehát azért, mert nekem kívülről egy ismeretlennek ez a 100 gigabájt valódi véletlennek fog tűnni, és semmilyen statisztikai módszeren nem fogom tudni megállapítani, hogy ez hogyan lett generálva, mert olyan okos ez a program. Attól még létezik olyan program, már pedig a program, amit írtunk és generálta, ami rövidebb, mint 100 gigabájt, már pedig 1200 bit jelen esetben. Ez érthető? Ez azért fontos következni, mert már 63-ban tudtuk, hogy biztos, hogy nincsen matematikai módszer arra, hogy valódi véletlen tudjunk generálni. Ez ugye... Hát nem az, hogy meghökkentésként indult el, hanem jelentek meg olyan cikkek, hogy hó, hát ez tök jó, de akkor one time patch sincsen, mert ugye nincsen tökéletes véletlen, és akkor teljesen elszomorodtak, hogy hogyan lesz ez tovább, vagy miként fog folytatódni a technika. Majd később ugye, ez majd egy kicsit kitérek, arra nem nagyon szeretnék belemenni,
csak azokra a kérdésekre válaszolni, ami ehhez kapcsolódik. Ugye a kvantumfizikában jelentek meg később különböző kutatási lehetőségek, amik azt sejtették, hogy lehet, hogy mégis létezik tökéletes véletlen. Ami fontos, hogy ugye ez matematikai konstrukció. Itt 63-ban csupán annyit bizonyítottunk, hogy szoftveres úton, matematikai, algebrai modellekkel, aritmetikai módszerekkel, bármilyen ilyen konstrukcióval nem tudunk valódi véletlent létrehozni. Ekkor még azt nem tudtuk, hogy a természetben van-e például valódi véletlen vagy nem. Ugye a kvantumfizika és egyéb fizikai jelenségek ugye óriási kutatásokon ment át az elmúlt évtizedekben, és fölmerült már akkor a kérdés, ugye aki olvasott utána a Schrödinger macskája és egyéb különböző kvantum elméleti problémákkal, hogy létezik-e valódi véletlen vagy nem. Ugye a legelső kutatásoknál olyanokat lehetett elmondani, hogy igen, van, valaki azt mondta, hogy igen, nincs, és ugye még nem jelentek meg konkrét bizonyítások, konkrét elméleti módszerek arra, hogy kimutassuk, hogy ez igaz vagy nem, addig rengeteg dolog látott napvilágot, hogy az Einstein első közleménye úgy szólt, hogy Isten nem kockajátékos, biztos, hogy minden kiszámítható. Ő úgy gondolta a legelején, ez fontos majd itt a előadásnál is, hogy ugye az első kijelentései között volt az, hogy Isten nem kockajátékos, és minden kiszámítható. Úgy gondolta, hogy minden kiszámítható, csak kellően sok paramétert kell ehhez tudnunk. Hogyha nem tudunk ennyi paramétert, akkor nem fogjuk tudni kiszámolni. Nagyon érdekes kutatások mentek ebbe az irányba. És nem is tudom, mikor a CeBIT-en valahol bemutattak egy ilyen pénzfeldobó automatát. 2-3 éve, azt hiszem, hát az már több, lehet, hogy 2009-ben vagy 2008-ban jelent meg egy cikk, ahol bizonyították, hogy a pénzfeldobás az nem 50-50% az emberi pénzfeldobás. 50 plusz epsilon. Az epsilon az nagyon fontos volt, az epsilon pedig ugye egy nagyon kis számot jelent, és ez kimutathatóan 50,01, vagy pontosan valamilyen ilyen számnál van, annak a javára, amelyikről indul, amelyik fölfele van a feldobásnál. Tehát, hogy valaki nagyon akar fogadni, akkor egy nagyon pici esélyt még magának szeretne, akkor arra fogadjon, amelyik kezdetben fölfele van. Ez egyébként egy Springer folyóiratban jelent meg, a Springer Verlagban publikálták, és statisztikai módszerekkel bizonyították, hogy milyen problémakör lehet ehhez, a perdület és egyéb különböző számítások, ugye ott már fizika is megjelent benne. Valóban a kutatások kimutatták, hogy valóban ez a kis, pici százalékos eltérés kimutatható az ilyen több milliárdos egymás utáni gépkísérletekben. Majd később valamelyik CeBIT-en megépítettek, ugye azt mondták, hogy hát szerintük nem véletlen a pénzfeldobás se, Einsteinnél maradva, ugye, ha még mindig ott tartunk, akkor mondjuk azt, hogy minden kiszámítható, csak nem tudunk elég paramétert. Ha én tudom, hogy hány gram volt a pénzérme, mennyi a gravitáció, mekkora volt a perdülete, honnan fúj a szél, stb. Van 10 millió és végtelen közti paraméterem, rengeteg, mindegyiket tudom pontosan, akkor elvileg, mivel fizikai jelenség, meg fogom tudni mondani, hogy fej vagy írás lesz. Na ezt kihasználva, kutatócsoport csinált egy ilyen vákumkamra szerűséget a 2000-es évek közepén, amiben elhelyezett 4-5 kamerát, és építette egy robotkart. A kísérlet lényeg annyi volt, hogy az üveg azért kellett, hogy semmilyen külső hatás, ilyen pillangó effektus, vagy szél, meg egyéb különböző dolgok ne zavarják meg a dolgokat. És a robotkar földobta a pénzérmét, és a 4 kamera még, amielőtt elérte volna a magasságát, és nullán lett volna a sebesség a pénzérme, tehát a visszaesési sebesség előtt, meg kellett mondani, hogy a leesés pillanatában fej vagy írás lesz az érme. 10.000-szer csinálták meg a kísérletet, és mind a 10.000-szer eltalálta a számítógép, hogy fej vagy írás lesz. Ugye egyértelműen tudták, hogy ugyanakkor erővel fogja földobni a robotkar, mekkora a perdülete, milyen erősséggel dobja föl, külső befolyásoló tényező ilyen, hogy szél meg stb. Nincsen. Tehát viszonylag olyan picire tudták azt a teret zsugorítani, amivel csak 20-30 paramétert kellett kezelni, és ebből a 20-30 paraméterből 100%-osan meg tudják mondani, hogy fej vagy írás lesz, mielőtt leesik. Mielőtt még ugye nullán lett volna a pénz feldobásának a sebessége. No, ez ugye próbálták különböző kísérletekkel, hogy akkor szélcsatorna, stb. Ami nagyon érdekes benne, hogy felvetette azt a kérdést, hogy akkor ez most véletlen vagy nem. És ugye Einstein mondásánál maradva, ugye megint ott tartunk, hogy lehet, hogy valóban nincs véletlen, és akkor kizárólag arra alapulnak ezek a dolgok, hogy minél jobban ki tudjuk számítani, és
ha minden paraméter tudunk, akkor ki fogjuk tudni számítani. Majd később a kvantumfizikai kutatások során sajnos ezt az álláspontot bizonyítással is sikerült megcáfolni, és hát most a pontos évszámot nem fogom tudni megmondani, ha esetleg valaki tudja, akkor kisegíthetne. Jó, utána lehet nézni. Sikerült bizonyítani olyan kvantumfizikai jelenséget, először ugye ez az összekapcsolódott fotonok és különböző problémák esete, amit később ugye előtte még Heisenberg vizsgált, és ő volt először az, aki a Heisenberg-féle határozatlansági állandó néven ismert, hogy nem lehet megmondani egy elektronnak a sebességét és az irányát egy bizonyos pontoság alatt. Ugye a szorzatukból ugye kijön a Planck állandó, és a Planck állandó egy nagyon pici szám, és ez alatti precizitással soha nem fogjuk tudni megmondani az irányát és sebességét egyszerre. És ugye bizonyította, hogy nem azért, mert buták vagyunk, vagy nincs megfelelő mérőműszerünk, hanem azért, mert ez a fizikai világ erre képtelen. Később a Heisenberg-féle határozatlan állandó és a egyéb kvantumfizikai kutatások után sikeresen bizonyították, hogy igenis van olyan kvantumfizikai jelenség itt a környezetünkben, ami valódi véletlen. Azaz azt jelenti, hogy bizonyítottan tudjuk azt, hogy soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy annak a fizikai jelenségnek a kimenetele micsoda. Ez egy, hát ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. Ez később egyébként még Einstein, mikor élt, ő is elismerte, hogy úgy néz ki, hogy tévedett, és valószínű Isten kocka játékos, tehát vannak olyan néha, hát igen, nem tudom, hogy fogalmazza. Sajnos, hát vagy nem sajnos, ki lehetett mutatni azt, hogy vannak olyan problémák, amire nem fogunk tudni soha választ adni, hogy az igen vagy nem. Ugye ez a kvantumfizikához kapcsolódik, de ha valakit érdekel ugyanilyen hasonló matematikai problémák, ugye akkor Kurt Gödel nevéhez fűződik a Gödel-féle nemteljességi tétel, ugye, ami később ugye nagyon érdekes problémákat tetett föl, ami azt állította, hogy vannak olyan matematikai problémák, amik eldönthetetlenek. Nem tudjuk bizonyítani, hogy igaz, és nem tudjuk bizonyítani, hogy nem igaz. Sőt, később bizonyította azt, hogy amiről nem tudjuk bizonyítani, hogy nem igaz, az lehet, hogy igaz. Volt egy ilyen érdekes paraméter. A lényeg az, hogy ez is egy megdöbbentő tény volt, hogy a matematika nem teljesen fekete-fehér, hogy igen vagy nem. Egyébként ilyen volt a kontinuum hipotézis, ha valaki olvasott utána, amiről később először, hát hogy kibizonyította, hogy igaz, azt nem tudom, de majd utána egy hasonlóan jó bizonyítást adtak rá, hogy nem igaz. És kiderült utána a Kurt Gödel-féle nemteljességi tételből, hogy ez a kontinuum hipotézis például eldönthetetlenségi problémát jelent ezzel az axióma rendszerben, amit használunk. Ez nagyon fontos, mert ugye a matematikai axióma rendszerünk hiányos, tehát lehetne olyan konstrukciót generálni, amiben ez igaz, de nagyon fontos, hogy a Kurt Gödel nem csak az bizonyította, hogy a mi matematikai hiányosságunk miatt generáltunk ilyet, vagy a mi világunk ilyen, hanem azt mondta, hogy minden egyes problémához generálható, bocsánat, fordítva. Tehát létezik olyan bármilyen axiómarendszer, amiben találhatok olyan problémát, ami eldönthetetlen, így a helyes megfogalmazás. Tehát bármilyen konstrukciót is generálnak, azt mondom, hogy ezt most kiegészítjük jól a matematikai ismeretünket, és azt mondom, hogy ezt egy kicsit meg szeretném bolondítani, és kiegészítem, és nagyon okosak leszünk. Azt állította és bizonyította is, hogy bárhogy konstruálok bármilyen matematikai leíró nyelvet, bármilyen univerzális nyelvet, akármit, abban konstruálható olyan matematikai probléma, vagy olyan probléma, ne nevezzük matematikának, mert ez már egy objektum, amiben a probléma eldönthetetlen, nem megoldható. Ezáltal a mi ebben a világunkban is van ilyen matematikai módon is, de ez ugye ez a Heisenberg, meg a kvantumfizika, ez pedig fizikai volt, ez nem matematikai úton. Tehát a lényeg az, hogy sikerült így a választ adni így a kutatóknak az évek során, szoftveres matematikai úton biztos, hogy nem tudunk a Kolmogorov bonyolultságtétel miatt véletlen számgenerátort olyat csinálni, ami valóban megjósolhatatlan és valódi véletlen. Erre majd visszatérünk azért, hogy azért mégis ugye vannak kriptográfilag biztonságosak, és hogy azok miért biztonságosak. Viszont hardveres módon lehetséges. Ma ugye ott tartunk, hogy 100-150 dollárért megrendelem eBay-en azt a kvantumfizikai USB kis kütyürét, ami a különböző kvantumfizikai jelenségeken és ilyen fotonemisszión és egyéb fizikai jelenségeken alapulva, nem tudom hány megabit per szekundummal gyártja nekem a véletlent. Egyértelműen fizikai úton van bizonyítva, hogy a különböző kvantumfizikai jelenségek miatt soha senki nem fogja tudni megmondani n bit ismérletében, hogy mi az n plusz egyedik bit ebből a generátorból. Ez egy tökéletes valódi véletlen, ez egyébként ennél jobb nekünk nem is kell. Ugye fölmerül a kérdés... Visszatöltöm egy ilyen
Hát, na, erre majd kitérünk a végén, hogy azért, mert megveszed, és ugye nagyon szeretem, például van egy norvég, nem biztos, hogy norvég, van egy gyártó, aki ugye egyértelműen kijelöli, és leírja a dokumentációba, hogy amennyiben tamperálják, tehát amennyiben kinyitják ugye az eszközt, akkor a nem tudom milyen dióda megsérülés nem valódi véletleneket fog generálni, tehát véletlen sem is ki. Tehát ez nekem kb. Olyan, hogy ne nézz bele, mert ott csalunk, módszer lehet, de tehát arról, hogy ugye erre vannak különböző bevizsgáló laborok, akik meg tudják állapítani, hogy valóban az van-e implementálva vagy nem, de mint egyszerű felhasználó, ebben nem, így nem lehet biztos. Ugye abba kell megelégedni, vagy abba kell bíznod, hogy azok a akár FIPS, vagy bármilyen olyan tanúsítvány, amit kiadtak mellé, CC, vagy bármi, amelyik egy kicsit is foglalkozott a bevizsgálásával, az valósat állít, és nem őt keresték meg, hogy azt állítsa, hogy ez igaz. De hogyha nincs külön laborod, és nem tudod bevizsgálni, akkor jobbat nem tudsz, mint hogy elfogadod azokat a tanúsítványokat, amiket adnak mellé. És egyébként lehet különböző statisztikai teszteket mellé vinni. Igen. Természetesen, hogy tehát most, hogyha nem a kvantumfizikánál maradunk, hanem a fehér zajnál, ami egy kicsit egyszerűbb, és a különböző otthoni véletlenszámgenerátorokat is lehet azért valóban építeni, akkor abból azért valóban megépítettem a sajátomat. Mindenki eldöntette, hogy hogyan csinál ilyet. Ugye, itt mondtam egy fontos tételt, az pedig a next bit test, ez, hát nem így mondtam ki, hanem azt mondtam, hogy amennyiben n darab bit ismeretes, akkor valódi véletlenül nem fogom tudni megállapítani, mi az n plusz egyedik bit. Bármekkor ez az n szám, hogyha n tart a végtelenbe, hiába ismerek bármennyit belőle, mivel valódi véletlenül a következő, hogyha megint csak 0-1-esek mi maradunk, akkor 50 plusz epsilon százalékkal fogom megmondani azt, hogy melyik a következő. Nem, nincs olyan polinom algoritmus, amelyik jobban meg tudná mondani ezt. Egyébként ez a tétel, amit itt csak azért akarok bevezetni, mert nagyon sok helyen látják ezt a különböző publikációkban, programozók, vagy Wikipédián, meg különböző helyeken, hogy ha van egy nem negatív függvényünk, egész számot mondjuk le akarunk képezni egy valós számra, és azt mondjuk, hogy ez a függvény, ugye ez a negligű, elhanyagolható minden olyan polinóm p-re, amelyik ordó 1 per p-ben benne van ez a függvényhez. Nem szeretnék ehhez semmilyen kommentet adni, ha valaki ezt látja, ezt a függvény definíciót, nyugodtan utána lehet látni, és nyugodtan utána lehet nézni, ugye, hogy mit jelent ez a kis ordó itt, ugye, hogyha fx és gx-el jelöljük, hogy mondjuk fx egyelő kisordó GX, akkor egy kis szíverősítő, FX egyerdő mondjuk kisordó GX, ugye akkor azt tudjuk azt, hogy FX kisebb, mint C-szer GX, tehát található olyan konstans, ami a hibatag alatt marad minden ilyen, egy X nagyobb, X0 nagyobb, mint X-nél, tehát található olyan X szám, amelyiknél egy konstans mellé rendelve, ez az FX mindig C-szer GX alatt marad, plusz, ugye ez a nagyordó definíció, a kisordó definíciónál pedig még azt, hogy tudjuk, hogy fx per gx, ha x tart a végtelenbe, akkor ez nullához tart. Ezt csak annyit szeretnék, ezt meg lehet jegyezni, vagy lehet alkalmazni, de el is lehet felejteni, hogyha valaki egy publikáció, vagy bármilyen programkörnyezetben azt látja, hogy a függvény elhanyagolható egy polinom függvény mellett, akkor azt jelenti, hogy magában a függvény, hogy van elhanyagolható, pont senkit nem érdekel. Tehát matematikai úton próbálják azt kifejezni, hogy olyan kis eltérés lenne a kettő között, ami igazából kriptográfiai szempontból is elhanyagolható nekünk. Ez azért fontos, mert nagyon sok esetben úgy vannak ezzel a negligible függvénnyel vannak definiálva különböző programok, hogy ha egy támadónak van egy A algoritmusa, hogy vissza tudja fejteni mondjuk az AS-t, akkor annak a valószínűsége, hogy ezt meg tudja csinálni, az elhanyagolható. Most csak mondtam egy példát. És így szokták matematikai úton definiálni. Ezzel csak annyit tesznek, hogy annak az esélye, hogy ezt meg tudja csinálni egy polinóm függvénnyel, nagyon kicsi az esélye. Tehát nem kell tőle félni, igazából ez ennyit jelent. Matematikai úton nagyon szépen van formalizálva, amit itt elmondtam. A next big test az pedig annyiból áll, hogy ha van egy sorozatom, és tudom az első i-t, tehát a sorozatból tudom az első i-bitet, akkor egy támadónak az első i-bit ismeretében az i plusz egyediket megmondani,
annak az esélye, hogy ezt meg tudja mondani, 50% plusz epsilon, tehát nincs jobb stratégiája, mint az, hogy tippel, hogy a következő 0 vagy 1. Ennyi. Ez nem mond semmit. Ezt muszáj volt még berekevernem ezt a NextBit tesztet, nagyon fontos következmény miatt. Ugye, amire kipróbálunk lukadni, a végeredmény az, hogy programozás szempontjából milyen véletlenszámgenerátort használjunk. Mert tényleg az lenne a legjobb, ha megveszi mindenki otthonra a kis véletlenszámgenerátorát, és tök jó, de az, ha átküldöm már valahova, vagy valahol implementálni, az, hogy mindenhol ott egy token, az úgy nem biztos, hogy jó. A következő, amiért fontos a NextBit tesztünk, az ugye vannak a kriptográfiailag biztonságos véletlenszámgenerátornak különböző kritériumai. Statisztikai tesztekről már lesz róla szó, ugye ne tudjuk megállapítani, hogy ez véletlen vagy nem véletlen. Csak annyit tesz, hogy ne tudjam egy valódi véletlen sorozattól megkülönböztetni a szoftveres kriptográfiailag biztonságos szoftveremet. Akár lehet is, mivel nem konkrétan kiszedtem, mert én írtam le, és nem vagyok anyanyelvű, tehát valóban, tehát mondjuk, én elfogadom, de felolvasom inkább akkor, hogy mit szeretnék ebből kihozni. 82-ben ugye Yao bizonyította, hogy ha egy generátor, de valószínű az egyébként az lesz a helyes megoldás, egy generátor átmegy a NextBit teszten, akkor bármilyen statisztikai teszten átmegy. Ez egy fontos következmény, ez 82-ben sikerült bizonyítani. Miért gondoljuk, hogy ez fontos lehet számunkra? Ó, az a NextBit tesztet, tehát az így ez a hasonlóan visszavezetném egyébként a Kolmogorov problémára, eldönthetetlen lenne, hogy tehát nem fogod tudni megírni. De mégis miért fontos nekünk? De jó lenne egy olyan függvény, hogy NextBit teszt, mert akkor megírnám azt a függvényt, hogy ez true random vagy nem, igen vagy nem, és visszatérne, hogy yes vagy no. Azért fontos ez a tétel nekünk, mert hogyha sikerül valamiről bizonyítani, például egy algoritmusról, hogy ez átmegy a NextBit teszten, akkor készen vagyunk. Na most ez a kérdés, hogy létezik-e ilyen algoritmus. Na most itt megint fölteszem a kérdést, ugye itt voltak, akik azt mondták, hogy valódi véletlen vagy nem, már nem tudom, hogy ki mit mondott. A lényeg az, hogy azok nyertek, akik azt mondják, hogy vannak valódi véletlenek, de végül is, ugye, mivel pontjelen volt megfogalmazva az állítás, azok is mondhatják, hogy nyertek, akik azt mondják, hogy nem, mert matematikai úton nem lehet, fizikailag létre lehet. Tehát, hogyha egyébként megkérdezem valóban, hogy vele valódi véletlen, akkor azt kell mondani, hogy van, mert vannak olyan fizikai jelenségek, amik valódi véletlen produkálnak. Ha valaki úgy kérdezi, hogy van-e olyan matematikai modell vagy matematikai algoritmus, ami valódi véletlen tud generálni, arra válasz pedig az, hogy nem. Na visszatérve ehhez, most úgy, igen? Ezzel kapcsolatban azért nem egy közvetítés, hogy azt még nem bizonyították, hogy vannak matematikai jelenségek, hogy vannak jelenségek. Az más tiszta, hogy mi jelenleg, a mi műszereink, a mi módszerünkkel, de bizonyították. Mi algoritmusaink, ha nem tudjuk bizonyítani, akkor visszatérve egy bizonyítás nem használható. Nem. A következőt kérdezem, létezik-e valami, gyorsabb lehet a fény? Tehát nem szeretnék ilyen... Ezzel csak azt akartam mutatni, hogy számtalan olyan dolog van a természetben, ami működik, létezik, körülbelül több függetlenül, fogalmunk is, hogy hogy működik, és még egyedül esélyünk sincs arra, hogy modellezzük, vagy bárhogy miért. Jó. Mert nem jelenthetjük azt, hogy nem semmi se, tehát nem lehet olyan, hogy valódi élet. Ezt azért megcáfolnám, tehát a tudomány mai állása szerint, hogy ezt hozzá szokták tenni, de ez most nem így van. Tehát ha valaki azt kérdezi, hogy bizonyították-e valamiről olyan fizikai jelenségről, hogy az valódi véletlen-e, akkor azt kell mondanom, hogy igen. Bizonyították. Tehát, hogy amit például elmondtam, ugye például amit mondtam, hogy például a Heisenberg, például a Heisenberg-féle határozatlan állandóhoz kapcsolódóan soha nem fogjuk tudni megállapítani azt egy elektronnak a tájai és az irányáról, pontosabban a sebesség és az irányának. Igen, és csak tehát a szorzatuk, most nem tudom, hogy a Planck állandó az, most így nem fogom tudni megmondani, hogy ez mekkora, elég kicsi. Annál pontosabban megmondani ennek a jelenségnek a kimenetelét nem fogjuk tudni. Erről például bizonyították. De egyébként van még más olyan kvantumfizikai jelenség. Értem, csak pont az effektíves
egy felterés a fizikai módon. Azt értem. Azzal a módszerrel, hogy ezt mi most tudjuk vizsgálni, uh-huh. Bár amikor annak idején vizsgálták, azzal nem tudták elmondani. De senki nem bizonyította, hogy nem is létezik arra a módszer, hogy ezt valaha meg lehessen. Az más? Bizonyítható. De nem. De nem. De nem. Nem. Ezzel vitatkoznak. Jó, ez most én mondok valamit, de ez nem biztos, hogy úgy van. Én úgy tudom, hogy létezik olyan fizikai bizonyítás kvantumfizikában, ami egyértelműen bizonyítja azt, hogy van valódi véletlen a világunkban. Én ezt így tudom most. Nem tudom, esetleg, hogyha segítenél, kedves... Annyit tennék hozzá, ez nem a Kolmogorov-féle véletlenségi definícióra megy ki, hanem arra megy ki, hogy teljesen függetlenül generálódik a következő bit egy kvantum jelenségnél a korábbitól. És az a két definíció egy picit eltérő. Igen. Ez egyik matematikai. Igen, a Kolmogorov az matematikai. Az, amit bizonyította fizikailag. Igen. Az más. Itt most csak annyit mondok, hogy tudunk, tehát itt most a valódi véletlenséget mondom, hogy tudunk olyan fizikai jelenséget mutatni, amiben a következőnél az, hogy most nulla vagy egy lesz a kimenet, nem fogjuk tudni megállapítani, függetlenül. Nem. Én úgy tudom, hogy ez nem így van. Ezt bizonyították. De szerintem ez fizikai kérdés. Ez fizikai kérdés egyébként, de én úgy tudom, hogy ezt bizonyították. Én ezt majd nézzük utána, de ezt úgy tudom, hogy bizonyították már. Jó. De azt elfogadod, hogy nem lapos most már. Igen, tehát van olyan bizonyítás. Van már bizonyítás rá, hogy nem lapos. De én még mindig azt mondanám, tehát ezzel... Nem. Én ezzel vitatkoznék. Én biztos vagyok benne, hogy van... Jó. Jó, igen. Jó. Hol is tartottunk? Igen, a jó tételni. Egyébként tényleg az a legelszív, hogyha a matematikai konstrukciónál maradunk, mert ott egyszerűbb ez a... De már sajnos már ott se biztos, ugye? Ugye, hogyha nézzük például a Gödel-féle tételeket. Itt a fontos tétel az, hogy ha bizonyítjuk egy algoritmusról, hogy az átmegy a next bit teszten, akkor nincs olyan statisztikai teszt, ami nem menne át. Ez egy fontos következmény. És a kérdés az, hogy van olyan algoritmus, amely bizonyították-e már, hogy átmegy a next bit teszten. Itt most megint fölteszem a kérdést, hogy van-e vagy nincs. Csak egy van egy véges programot, meg egy véges szív, és az egyik felsorozatot fel el, nem megint azt vagyunk. Nem teljesen, nem. Hát maradjunk annyiból, hogy igen. Itt most azt állítom, hogy nem tudok, tehát azt mondom, hogy... Köszönöm, igen. Azt állítom, hogy a next bit tesztet még egyszer definíció alapján, hogyha ismerem az első n bitet, akkor nincsen algoritmus, nem fogom tudni megmondani, mi az n plusz egyedik bit. Jobb valószínűsége, mint 50%-át a tippelek. Létezik olyan algoritmus, ami ezt kielégíti. De ez most, igen, nem, valóban nem fizikus jövök, tehát valahogy menjünk el attól a témától, igen. 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 Itt most maga légyezik, hogy... A válasz az, hogy igen és nem. Feltétel nélkül ilyen algoritmus nem létezik, azonban, ugye majd ki fogunk térni, az a következő lesz, felsorolok azt, hogy milyen generátorokat lehet használni. A Blum-Blum-Schub, egy kriptográfiai biztonságos algoritmus, átmegy a next bit teszten bizonyíthatóan, amennyiben a primfaktorizáció polinom időben nem megoldható. Tehát azért mondom, hogy feltételhez köthetően létezik egy algoritmus. Ezt nem tudjuk egyébként, hogy megoldható, nem. NP osztály ugyanez, mint a P.
akkor már bukott ez is. Tehát, hogyha P1 jelölő NP vagy a primfaktorizáció megoldható polinom időben, akkor a Blum-Blum-Schumm nem megy át a next bit tesztem. Ez így fejes, pontosabban így helyes. Ez nagyon fontos, mert még egyébként semmilyen más olyan algoritmus nem nagyon tudunk, ami bármilyen feltétel mellett valami hasonlót produkálna. Tessék? Nem a sebesség. Nem. Ez fontos. Tehát ez fontos. Ez a piska. Igen, csak... Csak ugye az a negligiblehez lehet visszamenni, tehát úgy van, hogy pozitív polinóm, ami f eleme 1 ordó 1 per p. Tehát, tehát ha nem polinóm időben vagyunk, akkor sajnos innen buktuk, tehát ugye polinóm időben. Ez azért az nagyon fontos, ugye főleg a komputer algebrában és a különböző bonyolultságelméleti feladatoknál ez a polinóm idő. Ugye nem akartam jobban kitérni rá, de természetesen itt, hogyha tudom az algoritmust, tudok mindent, és különböző bármilyen problémára épül az algoritmus, és hogyha van végtelen kapacitásom, ugye, akkor meg fogom tudni mondani, csak ugye ez nem polinomidőnek hívjuk, úgyhogy ezért fontos ez a feltevés a next bit testnél, a polinomidőben lévő. Egyébként matematikai úton, hogyha egyébként valaki így kezdeni ezt a megfogalmazást, akkor elvileg, hogyha jobban belegondolunk, akkor nem lehetne ilyet, mert hogyha tudom az egész algoritmust, tudok mindent hozzá, és ugyanonnan próbálom elkezdeni, és begyűjtöm az első n-bitet, akkor mindenféleképpen meg fogom tudni mondani az n+1 bitet. Tehát igazából ugye egy problémával ütközhetnénk, amit nagyon szépen ki lehet ezzel küszöbözölni, ugyanúgy a polinóm időbe, az, hogy nem csak az idő futás igényet lehet polinóm időben nézni, hanem a tárhely kapacitását is. Tehát, hogyha már akkorát begyűjtöttem tárhely kapacitásban, ami nem polinóm időbe, ugye itt fontos volt, hogy nem time complexity polinóm volt, tehát nem csak a futás időre értik a polinómot, hanem p polinomiál, az lehet ugye egy tárkapacitás is. Ugye szokták ugye a memóriát is különböző algoritmus futás időknél jelezni, hogy ekkora a futás ideje, ilyen memóriaigény, ilyen tárkapacitással, stb. Tehát itt ugye ez fontos nekünk, de erről majd később visszatérünk el az algoritmusra. Egyébként az algoritmus baromi lassú, azt majd később látni fogjuk. Igen. Tehát egyébként... Igen. Egyébként küldök egy cikket 2011-es, ahol azt mondják, hogy valószínű végtelen sok ilyen algoritmus van. Egyébként nem is olyan bonyolult ez a bizonyítás egyébként, csak tudunk egy darabot, vagy kettőt. Sőt, az még meglepőbb, hogy ugye Klaus Shannon bizonyította az OTP-ről, hogy feltörhetetlen ezek a feltételek mellett. Egyébként bizonyítható az is, hogy végtelen sokan algoritmus van, ami feltörhetetlen, ugyanilyen feltételekhez kapcsolódóan. És itt fontos az, hogy ugye az egyik nem lineáris leképezés másiknak, tehát nem azt jelenti, hogy megszorozom kettővel, és úgy feltörhetetlen, mint az előző. Azért ilyen, ugye ezek fontosak, tehát más feltételrendszerrel lehet ugyanilyeneket alkotni. Az más kérdés, hogy mi nem találtunk, ugye mennek a különböző kutatások, hogy mi lenne a legjobb, és mi lenne a különböző jó dolgok. Az viszont tudjuk ugye a Shannon féle bizonyításból, hogy vannak olyan kritériumok, amik muszáj, hogy benne legyenek egy feltörhetetlen algoritmusnál. Például az, hogy a kulcs hossza nem lehet rövidebb, mint a nyílt szöveg, ez biztos a feltétel. Tehát nem lehet olyan algoritmus feltörhetetlen, aminek a kulcs hossza rövidebb, mint maga a nyílt szöveg. Ezt egyértelmű feltételként tudjuk például már, ma már 2014-ben. És ugye ilyen például a kiemelt valódi véletlenség. És ugyanaz, hogyha például többször használom, akkor ugye differenciális kiptalanozás és egyéb támadásokkal biztos, hogy lehet majd támadni. Tehát azt is biztos, de tudjuk, hogy egy kulcsot csak egyszer lehet használni. Ugye, majd kitérek a NIST és Die Hard tesztekre, és utána átmenjünk egy kicsit ilyen programozós részbe, hogy egyébként tök jó, hogy ennyi matek van, de egyébként a gyakorlatban mit érdemes használni, hogyha nem akar az ember megvenni a tokeneket és a különböző fizikai véletlenszámgenerátorokat. Ki az, aki foglalkozott a NIST és Die Hard teszt különböző véletlenszámgenerátoroknak a elemzésével, nem generátorok, bocsánat, tesztekkel, statisztikai tesztekkel, amik véletlenszámgenerátorokat tesztelnek? Az, hogy NIST és Die Hard, ugye elég sokan találkoztak ezzel a névvel és megnevezéssel, viszont nem biztos, hogy nagyon sokan találkoztak 2004 és 2005-ös, majd előtte 97-ből a Maudit és Sárközi féle tesztekkel. Egyébként a Sárközi professzor a statisztikai valószínűségelméleti, nálatok van a valószínűségelméleti tanszéken, úgy tudom. Igen.
ott van a harmadikon ugyanúgy az eltén. Sárközi András. De ott van a harmadikon, azt tudom. Tehát a Sárközi András akadémikus és a Maudit féle definícióból különböző elosztásfüggvényeket vezettek be, ilyen a well distribution és különböző egyéb megfogalmazások. Utána lehet nézni a matematikájának. Itt csak annyi volt, hogy azt állították, hogy elég deficites a statisztikai elemzések, és elméleti úton próbálták megközelíteni a különböző valódi véletlenek a elemzését. És a correlation measure az pedig, hogy valaki megnézi, EN plusz D1, EN plusz D2, elég bonyolult a képlet, de nem is kell belőle semmit nagyon megfigyelni, hanem az, hogy mi ez az EN plusz D1, EN plusz D2. Hogyha nézzük, akkor az EN a véletlen sorozatunk, az úgy épült föl, hogy ha megadunk a plusz 1, mínusz 1-nél, itt ugye, ha valakinek nem ismerős elő, és akkor a mínusz 1 plusz 1 az ugyanaz, mint a 0-1, csak matematikában és különböző problémák miatt sokkal jobb mínusz 1 és plusz 1-ként kezelni, mert például akkor olyan problémákat, hogyha mondjuk kijönni az, hogy logaritmus szeretnék számolni mondjuk egy olyan számnál, ahol nulla vagy mínusz, az ott nem biztos, hogy jó fogok járni, ezért sokkal praktikusabb nem nulla és egyel reprezentálni egy ilyen véges sorozatot, hanem mínusz 1 és egyel. Ez csak egyébként ennyit jelent, és az 1, 2 az pedig a bitjei, tehát hogy mínusz 1, 1, mínusz 1, 1, 1, 1, 1, mínusz 1, ugyanaz, mint az 1 nullánál. És ezek a függvények ugye ezt mérik, hogy ezekből a véletlen sorozatokból miket tudunk megállapítani. Hogyha megnézzük, akkor nagyon érdekes, hogy a különböző biteket például, tehát ezt a plusz 1, mínusz 1-et összeadogatjuk. Szummázza, maximum végig megy különböző változókon. A végeredmény az, hogy ugye azt mondtuk, hogy körülbelül ugyanannyi egyesnek és nullának kell lennie benne, ugye az elén azt mondtuk, körülbelül 50%-ban bármilyen kis részsorozatban ugyanakkorának kell lennie, és különböző ilyen definíciók vannak még. Sárköziék 2005 és 2004 között, majd meg legelső kutatás, amikor elkezdték a 2000 évek elején, amikor ezeket a függvényeket bevezették, talán 97 volt az első cikk, ahol megjelentették, abból állt, hogy próbálták olyan statisztikai eloszlásfüggvényt, mint például ezeket a korreláció kádrendű függvényeket bevezetni, vagy a jó eloszlás, well distribution függvényeket, ami több ilyen statisztikai tesztet próbál magából rálni. Ezzel a két függvénnyel például majdnem körülbelül 10 tesztet el tudunk írni a NIST 15 tesztjéből. Ami azért fontos, mert ez a teszt például mínusz 1 plusz 1-ekkel így nézve azokat tudjuk kimutatni, hogy ha például sokkal több az egyes, mint a nulla, akkor itt magából a szummában már az fog jönni, hogy az egyik irányba nagyon elmegy a sorozat, vagy a plusz irányba, vagy a mínusz irányba. Hogyha a kis sorozatokban nem egyezik, akkor viszont a most melyik változó, azt nézem, a N változó végigmenése, tehát az EN, amikor mindegyik a első bithez adja hozzá, utána a másodikhoz kezdi hozzáadni az összeset, a harmadikhoz több bit, az ilyen kis hozzáadásokból, ki tudja azt is mutatni, hogy részsorozatokban van valami nagyon nagy kiugró, mert ha igen, a végén azt mondja, hogy maximum, hogy mennyi ebből a maximum, annyi volt a kis részsorozatban. Tehát kíván azt, hogy mennyi volt ezekből a kicsikből a legnagyobb. És sok még hasznos ilyen tulajdonság van a függvénynek, és sikerült is bizonyítani nekik, hogy ezzel az egy darab, például a well distribution függvénnyel, 4 darab NIST tesztet lehet kiváltani. Ami azért érdekes egyébként, mert gyorsabb programokat lehet írni, gyorsabb statisztikai teszteket, és az más kérdés, hogy lehet, hogy nehezebb leprogramozni őket, de egy más megközelítést próbáltak a statisztikai tesztekre adni. Szerintem nem. Én szerintem nem. Akkor viszont hibázási lehetőség is. Én azt gondolom, én ezt leprogramoztam Pari gépébe, kipróbáltam, hogy mennyivel nehezebb. Azért nehezebb talán ezt leimplementálni, mert vannak feltételei, tehát itt a végén van egy kiemelve, hogy a good method, a PRNG, az, hogy mikor jó a PRNG, amikor kiértékeltem, a VEN, tehát az előző függvénynek a nagyságával és a CKN nagyságával kell megnézni. És itt van egy kicsit a kutya elásva az, hogy megnézni az különböző statisztikai tesztek még. Egyébként, hogyha gyökenhez közeledik a VN és a CKN, tehát megközelítőleg az N az pedig az, hogy hány darabból áll a sorozat, hány darab elemből. Ugye itt látod, hogy 1, 2, N. Tehát, hogyha mondjuk 1, 1, 0, akkor az 3 az N. Tehát, hogyha
ez a gyökenhez közelít mind a két függvénynek az értéke, akkor azt mondhatjuk, hogy ez valódi véletlenhez van közel. Később bizonyították, hogy a valódi véletlentől maximum egy mekkora elosztással lehet eltérni, és akkor az valódi véletlen. Ez nagyon jó használható a gyakorlatban egyébként, különböző más tesztekre is, és olyan deficitéket tudunk vele kiküszöbölni, ami például a NIST teszt egyértelműen átmegy, de ezeken például nem fog átmenni. Ezt csak azért mondtam, hogy ha valakit érdekel, akkor nyugodtan meg lehet nézni, tehát nem mindig, minden esetben a NIST teszt a legjobb választás, de természetesen egy olyan komplex csomag azért, amire nehéz kijátszani a védelmet. Most egy kicsit megpróbálok átmenni nem, kérdésehez kapcsolódóan valakinek. Van roadmap arra, hogy lecseréljük azt a négy tesztet erre az egyre? Nincs, és azért nincsen, mert annyira elterjedt a különböző szakmányokban a P-valjuk, a P-értékek értékelése a NIST tesztben, hogy, és annyi audit épül rá, hogy egyelőre én úgy látom, hogy én egyébként beszéltem ott az egyik tanszéken, ott az ELT-n, ott a sárközékkel, hogy tudnak bárkit arról, hogy például valaki bárki is megnézte az AS outputját, hogy az ezek a teszt alapján ugyanazt tudja el, mint más. És az a nagyon érdekes, hogy amikor én most leimplementáltam és elkezdtem nézegetni, az a nagyon furcsa, hogy én azt látom, hogy van valami kicsi korreláció a true random és mondjuk egy AS kimenet között, ami egyébként hát ez egy további kutatást ér meg, mert ha azt jelenti, hogy én meg tudnám polinomidőben különösszetlen az AS kimenetét a véletlen számú generátoroktól, ugyan is tesztet azért hozták létre, hogy az AS jelölteknél 2001-ben ugye jó statisztikai tesztekkel tudják igazolni, hogy a kimenete nem különösszetető meg egy valódi véletlentől. Ha ez igaz lenne erre, és ez a kutatás elmegy ebbe az irányba, és meg tudom mondani az AS kimenetét, vagy egy rejtőző algoritmusnak, hogy ez valóban ahhoz tartozik, az problémákat jelentene, de egyelőre még nincs igazolva, hogy ez lehetne, vagy nem. Ugye a NIST teszt és a Die Hard teszt az NBFM-ben belül ugye a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél mi is hasonló teszteket futtatunk, amikor ugye egy véletlen számgenerátort tesztelünk. A Die Hard teszt az már elavultnak számít, hozzáteszem, nagyon jó kezdőcsomag. A kezdőt ezt úgy értem, hogy 98%-ban, az esetek 98%-ban szinte mindig lehet rá támaszkodni, de természetesen, ha valaki direkt úgy akar konstruálni valamilyen értéket, hogy ezen átmenjen, az már probléma lehet, és mondjuk egy, ha valaki odahoz hozzám egy véletlen szám generátort, hogy vizsgáljam be, és mondjuk... Igen, és a feladat direkt az, hogy ezeket kijátsza ezeket a teszteket, akkor igenis lehet ilyet játszani, és lehet ilyet gyártani, és akkor ugye nehéz lesz megmondanom, hogy ez már pedig így jó, vagy így rossz. Tehát a NIST tesztet ilyen szempontból nehezebb átvágni, de majd arra ki fogok térni, hogy hogyan lehet. Most pont fogadták el egy publikációmat, itt lesz egyik konferencia Magyarországon, a CET, ez a Central Europe Cryptography Conference, a Rényi Alfred Kutatóintézet csinálja, és májusban lesz, és ott elfogadták a cikkemet, ahol azt publikáltam, hogy hogyan lehet ezeket a teszteket polinomidőben úgy ilyen rövid kóddal megmondani, hogy csak egy támadó tudja ezt, aki implementálta, azt tudja megmondani, hogy mi a kimenet, egyébként mindenki másnak nem tudja megmondani ennyit ismertében, hogy mi az N+1. Ami fontos nekünk, hogy ezek a statisztikai tesztekkel mindenki meg tudja állapítani, hogy valami jó vagy nem. Itt viccesen mindig el szoktam mondani, akik valaki kérdezi, hogy szoktak hozzánk betalálni emberek, hogy föltállta a világ legjobb, legbiztonságosabb feltöltetlen algoritmusát, és hogy az NBFX, mint az országos rejti a hatóság, megtalálja. De sajnos elég sokszor ki voltam jelölve ilyen tesztek bevizsgálására. Hát... Én lehet, sajnos. De ez a 161/2010-es kormányrendel sajnos megengedi. De nagyon, nagyon érdekes, mert... És ott egyébként ott abból az a helyzet, hogyha valami hibát elkövettek, vagy valami nem tiszta, lehetett például mi is volt, ja igen, az elején, amikor ugye rosszul volt az első dián, az, hogy azt mondtam, hogy a ciphertext és a plaintextnek kell ugyanakkor lenni, pedig a kulcshoz tartozik a dolog. Ugye, hogyha az ember belátja, hogy hát ez valóban úgy van, akkor hamar rábólint, hogy igen, vagy elérte, vagy nem.
De általában az emberek, akik vagyják ezt a feltétlenül titkosítást, bármit mondok, az azt mondja, hogy hát ez biztos nem. Ez nem is probléma, csak ugye matematikai úton sem lehet őket meggyőzni. És akkor ugye próbálja az ember, hogy akkor, ha úgysem fogja megérteni ezt a matematikai képletet, akkor neki mindig használható program kell, ami megállapítja, hogy általában úgy szokták, hogy oda a pendrive van 100 gigát, lerejtelezett valamit és törjük föl. Hát mondtuk, hogy ez nem így működik. Algoritmus, input test vektorok, stb. És ugye általában nagyon érdekes, ugye a NIST tesztben és egyéb teszteknél is én szoktam javasolni nekik, hogy 1970-es évben a Lemperciff teszt, ugye, ami a ZIP algoritmus, tömörítő algoritmus is működik, nagyon egyszerű, különböző minták alapján, nagyon bugyut a minták, ugye a Hamming távolság és a különböző Huffman kódokhoz kapcsolódó minták alapján betömörít egy állományt. A legtöbbször előforduló mintához a legkisebb karaktert fogja rendelni, és így amit tud betömörít, amit nem. És mondom, hogy ha már ez a legbugyutább algoritmus, egy ZIP algoritmus a rejtélezett outputba talál kimenet, tehát talál tömöríthetőséget, akkor az biztos, hogy rossz rejtélező algoritmus. Ugye a rejtélező algoritmusoknak azt ki tudja megmondani, hogy miért fontos, hogy egy rejtélező, tehát ugye a NIST is ezt állítja meg, ugye mindenhol ezt lehet olvasni, hogy egy rejtélező algoritmusnak a kimenetének nem szabad tudni megkülönböztetni a valódi véletlentől. Ez miért lehet kritérium? És hogyha megtudom, és tudom, hogy a SD-t úgysem tudom föltörni, kit érdekel? Ugye? Ez is lehet egy jó megoldás, most azt így nem teljesen gondoltam át, hogy például az AS-nél ezt lehet-e megcsinálni, vagy nem, de ami nagyon fontos, ha tudom, hogy ez az AS, akkor például már brute force támadási eljárással nem tudok állni támadni. A lehetséges outputok száma az kisebb, mint a lehetséges intézőre. Hát nagy, ez az egyik, a másik, pedig annak az outputoknak, meg annak a lehetséges támadási módszereknek a száma, amit el tudok ellene végezni, az kisebb, hogyha nem tudom, hogy milyen az az algoritmus. Tehát ha tudom, hogy egy védett csatornán AS rejtjelezés folyik, akkor már a brute force módszerével elkezdem tudni törni. Ha fogalmam nincs, akkor van még 200 jelölt az RSA-tól kezdve az elgammaltól és a sorolhatnám milyen algoritmusig, akkor viszont nem tudom elkezdeni. De ez egy nagyon fontos különbség. Én azt gondolom. Hát igen. Nem, tehát akkor vég, rengeteg plusz dolog jöhet. Tehát nem tudok nekiállni a törésnek. Csak tiptonalizis egyéb más olyan módszerrel, ami egyébként nem az algoritmus ismeretéhez kötődik. Ez egy nagyon lényeges különbség, hogy nem tudom megmondani, hogy ott egy AS rejtjelezés folyik. Na nem, de hogyha én azt meg tudom, tehát itt most csak egy statisztikai tesztnél tömörítem, és meg tudom mondani, hogy ez a tömörítés aránya mekkora, és tegyük fel mondjuk egy AS-nél ekkora, egy RSA-nál ekkora, annál ekkora, itt ilyen korreláció van, ott olyan van, és egyértelműen meg tudom állapítani, hogy ez egy ilyen rejtjelező algoritmus, az igenis problémát jelent. Természetesen. Ott valami a statisztikai teszt miatt, ha tömöríteni tudja, az azt jelenti, hogy mert egy sima zip teszt talált benne mintát. Nem, de nagyon fontos látni a különbséget. Ha az AS-ról meg tudnám alapítani, hogy ő AS, RSA-ról meg tudnám, hogy RSA, akkor egyébként ez egy olyan plusz potenciális... Nem elvi. Hát de ez egy nagyon fontos különbség egyébként, és egyébként amikor a NIST a pályázatot kiírta, az egyik fő indok az volt, hogy egy output generátornak ne lehessen megmondani azt, hogy bár melyik családhoz tartozik, semmiféleképpen. Akkor amit nem lehet tömíteni, az az AS. Nem. Az RSA se lehet, és semmelyik rejtélező algoritmus, ami ma használatban van, semmelyiket nem tudom, és nem tudom megállapítani. Tehát ez így néz ki a gyakorlatban, hogy odarakom az AS-t, az RSA-t, és... Veszőkítettem arra a 10-re, amit nem lehet. Nem arra a 10-re. De ez, egyébként ez nagyon... Egyébként ez nagyon, nagyon fontos különbség. Jó, mindegy, ez egyébként a gyakorlati szempontból egyébként a későbbi ilyen kriptonazis történelemből azért tudjuk azt, hogy ha valaki tudja azt, hogy támadni hogyan kell azt az algoritmust, az óriási segítség. És egyébként most csak tényleg nem akarok ebbe jobban belemenni, meg lehet nézni, ha csak két algoritmus közül nem tudom eldönteni, hogy ez AS vagy RSA, és már melyik brute force, vagy melyik támadási módszereket válasszam, mondjuk egy lineáris kriptoanalízis nem fog az RSA-nál segíteni, mondjuk az AS-nél meg igen, mert ott van Hashbox. Tehát az, hogy most csak mondok valamit, a Google gépparkomat két hónapig melyikre állítom rá,
AS brute force-ra vagy RSA brute force-ra, nem mindegy. Ez két darab algoritmusnál, de egyébként nem kettő van. Ez egy alapkövetelmény. Ez... Egyébként ez is, ez egy nagyon fontos követelmény egyébként. Hozzáteszem, nem ez adja a fő biztonságot, csak ez egy olyan plusz követelmény, ami növeli a biztonságot. Jó, egyébként lehet ezzel vitatkozni, hogy érdemese vagy nem. Nem szabad fetisizálni a dolgot. Persze, persze. Én egyébként... Bármilyen intézkedés, amit teszek, az én nagyon... rendszeresen megnézik a támadó dolgot. Egyébként hoztam itt egy challenge-et, amit én csinálok. Még egyszer felhoznám, hogy nem is felhívták, hogy valaki malvert írt, tehát ilyen károkozó szándékú szoftver, akkor felküldi valahogy, hogy van saját vírusonnál üzemeltet, ahol leteszteli, hogy ne menjen át egy átmenjen az összes tesztet, és akkor egy innentől kezdve az orányát. Egyébként... Egyébként van egy nagyon érdekes, hoztam, azt majd odaadom pendrive-on, én csináltam még az MBF-nél ilyen különböző gyakorlatokhoz, ilyen challenge-eként kriptográfiai megoldhatóság. Van egy doksi, van egy feltörendő valami, és van egy hasonló teszt, ahol elmondom, hogy mi a kulcs, tehát hogy mi a password, és azt mondom, hogy alma 1234 felkiáltójel, és az S halmazban 47 darab algoritmust sorolok föl, hogy melyikkel volt titkosítva, és van egy egymegás rejtélezett dolog. Tudjuk, hogy mi a passzéz, és mi az output, és mi volt a nyílt szöveg. És az a nagyon érdekes, hogy nem egyértelmű a dolog, hogy leprogramozom minden 47 algoritmus és megállapítom, mert hogyha például ez nem egyértelműen eldönthető a szövegnél, hogy volt-e padding, vagy nem volt padding, például az RSA-nál muszáj padding, ugye, volt szó ugye a dolgoknál, akkor hogyha nem nézem egyenként, hogy mi a kimenet, akkor milyen programmal állapítom meg, hogy a visszafejtés az jó volt-e, vagy nem. Például egy OS-nél teljesen máshogy kell, mint egy RSA-nál, vagy egy Elgammon-nál. Itt például, ez csak egy tényleg olyan challenge, ami az a nagyon érdekes, hogy elmondom, ott a rejtélyezett szöveget, ott a jelszó, és van 47 darab algoritmus a halmazba, és mondja meg, hogy mi volt a nyílt. És nem lesz annyira egyszerű a megoldás, hetekig el lehet vele szórakozni. Holott egyébként, ha valaki már tudja, hogy mondjuk OS egyértelműen, akkor egy perc a dolog mondjuk. Csak mondom, hogy azért ez csak azért mondom, hogy az a követelmény, hogyha nem tudom megközelíteni az outputból, az egy óriási, óriási plusz dolog lehet. Olyan esetben is, ha például kompromitálódik egy kulcs, és mondjuk az algoritmus nem ismert valami miatt, vagy például ezek közül, mint például itt az alma 1234 felkiáltójel kompromitálódott, nem olyan egyértelmű, hogy ha olyan nagy a halmaz, akkor meg lehet oldani természetesen különben. Jó, az igen. Igen, igen. Igen, igen. Mondjuk a Kerhoff elv, nagyon tetszik ugye a Kerhoff elv, hogy azt mondja, hogy nem az algoritmus nem ismerete adja a biztonságot, hanem a kulcs nem ismerete. Viszont ugye azért a Kerhoff elvben utána később azért az is benne van, hogy ugye, de nem jelenti azt, hogy az algoritmus titokban tartása viszont nem növeli a biztonságát. De nagyon fontos, hogy tehát ugye nagyon érdekes a két lényeges dolog. De egyébként a Kerhoff elvnek az elve, hogy ne én itt a garázsba összerakunk ketten három egy algoritmus, jó titokban tartjuk, illetve kikerül és kiderül, hogy nagyon rossz. Természetesen igen. Ami tudjuk, hogy sose lesz. Vágjál majd, amikor megkapod az én feladványomat. 6000 oldal. Na nézzük végig, ki az, aki, tehát elkezdek egy pár programozási nyelvet mondani, hogy ki az, aki miben jártas, ki az, aki .NET-be szokott programozni, vagy aki azt használja a legtöbbet, vagy C-sharp, vagy bármilyen, ami... Nem az a társaság. Egyébként ott van a Microsoftnak egy függvény, amit most úgy néz ki, hogy sikeresen kijavítottak, ez a Krit-Gen-Rand függvény. Azt, hogy most melyik osztályhoz tartozik, azt nem tudom, de a Krit-Gen-Rand függvényt azt leteszteltem az összes statisztikai teszttel, kriptográfilag biztonságos generátornak tekinthető. Tehát aki .NET-ben szeretne programozni és ezt a függvényt meghívja, akkor ez egy,
viszonylag jól generátorként használható a kriptográfia alkalmazásokhoz. Egyébként visszatérve ahhoz, hogy szoftveresen nem lehet valódi veletent előállítani, és hogyan lehet mégis biztonságos szoftvereket alkalmazni, nagyon sok esetben különböző entrópiákat lehet bárhonnan nyerni, ugye ez azért mindenkinek ismert, egérmozgásból, Winchester hőfok, stb. Az Intelnek egy nagyon bevált módszere volt az, hogy a processzor megahertzének az, hogy a 10.-11. helyi értéknél, hogy mondjuk 100 MHz-es, 100,03268, ott a 9.-10. helyi érték környékén annyira nem tudták megmondani azt, hogy a hőmérséklettől függött a Winchester kapat, tehát minden egyszerre, nem tudták megmondani, hogy az most mondjuk 7 vagy 8. Nem tudták egyértelműen mondani, hogy adott időt pillanatban az a processzor, azban a helyi értékben hány meg a milyen helyi érték van ott. Ez úgy nagyjából érthető. Ez volt a 97-ben publikált Secure Intel szoftveres PRNG, és elfogadták kriptográfilag biztonságos algoritmusnak, holott itt egyébként külső fizikai zajokat már bevett az algoritmusban, nem kizárólag matematikai úton generálták. Tehát ha valaki látja ezt a cikket, és azt mondja, hát ez nem lehet, mert hülyeség, nem teljesen igaz, mert felhasználtak fizikai véletleneket, különböző gép boot time-ot, mekkora, nem tudom, IO cache-ből milyen különböző fájlírási műveletek történtek, stb. Tehát nagyjából nem lehetett kétszer ugyanazt reprodukálni, akkor összegszorolta a aktuális idővel a legkisebb felbontható időintervallumban, és akkor még megnézte, hogy a processzor helyi értéke milyen, stb. És abból generált egy seedet, és ezt egyébként egy megfelelő algoritmussal, akkor még egyébként dash-sel és a 3dash-nek egy ilyen módosított változatával elkezdte az outputot generálni, és az nagyon jó statisztikai teszteken átment az összesen. És hogyha beleveszünk a mostanában mindenki aktualizált, és esetleg futatkor neki eltűnik? Eltűnik ez a véletlen, de az ANSI X97-es, nem, ANSI X17 szabványban egyébként leírják, hogy olyan entrópiát be lehet úgy gyűjteni, hogy igazából nem szükséges ilyen processzor ID-k meg ilyenek. Igen? Akár, de mondom, én ezt a szoftveres módon, ha meg kell valamit oldani, ezt az ANSI X szabványban, ezt a kriptográfiai algoritmust, az, hogy szorold össze az aktuális time-ot a best possible low resolution-nel, tehát millisekundumba vedd az időt, akkor vegyél egy béna random szám generátornak egy seedet, generálj valami nem kriptográfilag biztonságos random generátorral egy seedet, azt konkatenáld össze ez az idővel, utána szorold össze egy biztonságos hash függvénynek a kimenetével, valamilyen mókol még ott, és ezt egy counter módban az alsen küld át. Egyébként erről bizonyították, hogy nem sok támadás ismert ellene, egyébként csak azért, mert olyan komponenseket használ, ami eleve is biztonságos, mint az AES, vagy mondjuk egy SH2-12, és egyébként egy egész jó entrópiákat lehet belőle összeszedni, és hogyha még egy pici bármilyen egér, vagy bármilyen más entrópiát fizikait beleveszünk, akkor meg tényleg egész jó szídet lehet belőle összetenni. Ugye itt a véletlenszámgeneráltatnál Fortuna, ez az ISAC. Ez megtévesztő, hogy ez az ISAC még mindig kriptográfilag biztonságos, amikor az RC4-ről lehet hallani, hogy itt megtörték a webben bénázott, akkor a egyéb különböző helyeken is szerencsétlen a related key támadások ellen nem nagyon állja meg a helyét, de egyébként maga a mód nagyon érdekes. A véletlenszám generátor biztonságát az RC4 biztonsága nem, azok a támadások, bocsánat, amik ismertek az RC4 ellen, nem befolyásolja jelenleg. Ugye a related key támadásnál a támadó tudja legalább x bitet a kulcsokból, hogy mi volt a hasonlóság. Van két független szövegem, két független kulcsa lett rejtjelezve, de a related key támadásnál valahány bit azonos volt a kulcsba, és differenciális kiptanazásból ki tudja számolni.
magában ennél a véletlen szám generátornál pedig úgy csinálják, hogy nem lesz benne az outputba konkrétan az RCM kimenet, úgyhogy ezt így ilyen szempontból nem érinti. Tehát ha valaki kérdezi, hogy még mindig használnak valamilyen implementációba, azt, hogy nem biztos, hogy így kell mondani, hogy ISAC, valószínűleg ISAC, mert ez egy rövidítés. Azt, hogy még nem hallottam senkitől, valaki esetleg tudja, akkor szóljon. Ha valaki ezt az algoritmus használja, vagy problémái vannak vele, akkor azért nem kell megijedni, nem kell egyből lecserélni azt az implementációt, ezt csak azért írtam ide. Az egyik legelterjedtebb manapság ugye ez az aljas konter módba, nem tudom, gondolom mindenki ismeri, fogunk egy véletlen számot seedként, és elkezdjük növelni az aljasnek a rejtjelezendő számát, tehát az, hogy amit szeretnék rejtjelezni, elkezdem növelni ezt konter módba, és egy teljesen véletlenszerűen választott, függetlenül választott kulccsal történik a rejtjelezés. Ez ma jelenleg az összes létező teszten átmegy, holott, majd itt be fogom mutatni a kleptográfiánál, ez az egyik gyengesége az OS-nek, mert ilyen szempontból így én is tudok benne rejteni olyan dolgokat, hogy minden teszten átmegy és mégis megjósolható. Majd most mondok egy nagyon egyszerű példát. A Bloom-Bloom Sub, az pedig Leonard Bloom, Michael Bloom és vagy a Michael Shub, most nem tudom, és a másik az pedig egy harmadik szerző. Az ő 80-as évek végén fejlesztették ki a Bloom-Bloom Shubot, talán 89 vagy 87, nem akarok hülyeséget mondani, és a primfaktorizációra épül, ugye az RSA egyik kulcs problémájához kapcsolódik, és rőle tudtak a legtöbbet bizonyítani. Nagyon lassú generátor, egyébként nagyon biztonságos, hogyha megfelelően választjuk a modulust, és megfelelően kellő nagy prímeket használunk hozzá. Ugyanez a kritérium, mint az RSA-nál, hogy ha valaki azon, hogy az 1021 bit az biztonságos, akkor itt is használhatja, ugyanaz, ha valaki azon, hogy a 2048-4096, ugyanúgy, ahogy az RSA fejlődik, a Bloom-Bloom Sub is ugyanúgy kell megválasztani a prímeket hozzá, és ugyanolyan biztonságot nyújt, mint az RSA rejtjelezés. Mondhatni azt egyébként, hogy ugyanaz, mint az RSA konter módban, ott ugye nincs konter mód, de itt ugye melyik a RSA publikus kulcsán a legkisebb, amit választhatunk? 1, elő 3, ugye? X a köbön moduló n, ugye így néz ki egy xn plusz 1, egyenlő xn a köbön mod n, ahol ugye a következő üzenet egy rejtjelezés. Na itt a modulus az nem 3, hanem 2, egy négyzetszám, és bizonyították a Bloom-Bloom Shubnál, hogy kvadratikus moduló osztásnál ugyanúgy megvan a biztonsága a nagy prímek választásánál. Baromi lassú, viszont megvan annak az előnye, hogy az eredeti szerzők mindig egy bitet emeltek ki. Hogyha az egészet kirakom, akkor ugye nem lesz jó, mert a következő bemenet az a következőjé, és nem kell hozzá a privát kulcsom, hanem ki tudnám szedni az outputból a kimenetet, vagyis az, hogy mi volt a seed. Ezért ők azt javasolták, hogy mindig egy bitet lehessen valamilyen módszerrel kiszedni a faktorizációból. Tehát a belül az, hogy folyamatosan emelem négyzetre vagy rejtjelezek, az az outputban nem jelenik meg, hanem mindig egy bit, attól függően, hogy a rejtjelezett modulus egyre vagy nullára végződik. Például. Később bizonyították, hogy ez nem kell egy bit, hanem ordolog n, az n nagysága, stb. Ordolog log n, és akkor elég mondjuk egy 2048 bitesnél nem elég egy bitet kirakni, hanem lehet mondjuk 7 bitet is. Nem azt jelenti, hogy 700 gyorsabb ma már a Bloom-Bloom Shub, mint amikor először tervezték. Még így is baromi lassú. Egyébként, ha valakinek valami kis picit kell fejlesztenie, tehát azt mondom, hogy nem folyamatosan nagy kulcscserékhez akar generálni, akkor igenis nem sok az a, most mondok, amit 0,3 másodperc, hogy legeneráljam azt a 256 bites véletlen számomat, mert természetesen, hogyha abból áll a programom, hogy egyfolytában véletlen számot kell generálni, és 0,3 másodpercig tart, az elég sok idő lesz. Másodpercenként kell generálnom egy ilyet, és az mindegyik másodpercben 0,3-at hozzáad, akkor az ugye az fölmerül problémák. De hogyha valakinek tényleg mondjuk Diffie-Hellman kulcseréhez kell egy véletlen számot generálni, és van tényleg ilyen ideje az imitációs folyamat során, akkor ott szoktak használni ezeket az algoritmusokat. Ami ebben a diában az utolsó szlájd, és utána egy pár programot szeretnék bemutatni, gyakorlati példát. Ki az, aki hallott a Lens Extension etekről? Szerintem nagyon megdöbbentő a 2012-ben bemutatott támadás. Bármelyik SHA család ellen működik, MD5, bármilyen mai, hogy
Merkel Damgard, azt hiszem az a struktúra, amit használnak ezek a hashüggvények, ez a Merkel Damgard féle struktúrán alapuló hashüggvények, mindegyik támadható így. Szerintem, ha valaki nem ismeri ezt, akkor nagyon meg fog lepődni. Mutatom is. Vegyük például az SH2-t, mindenki azt mondja, hogy tök biztonságos. Egyébként a collusion meg egyéb szempontból igen, itt másban lesz a probléma. Mondjuk SH2 családban legyen X és Y két különböző string, aminek ismerem a lenyomatát. A támadó ismeri X-et. Ugye Y nem ismeri, bár mindegy, hogy hány bites, nem ismeri Y-t. Azt mondanánk, hogy nem lehet kiszámolni akkor SH2, Z konkatenáció Y, ugye ez a konkatenálás jel az a két függőleges marhaságot, nem tudom. Ezt hogy szokták egyébként mondani, hogy csak úgy, hogy konkatenálás jel összefügg? Konkatenálás jel, hát igen, összefűzés, akkor úgy, lehet, hogy maradok a... Jó, oké. Szóval konkatenálás jel ott a X és Y között, tehát van két stringem, összekonkatenálom és tudom a lenyomatát, és a támadó tudja, hogy az egyik konkatenálás része az X az mi volt. Az Y nem tudja. Ha nem tudja az Y-t, akkor azt mondja mindenki, aki nem ismeri az length extension attack támadást, hogy a támadó nem tudja kiszámolni az SH2, Z, bármilyen másik string, konkateráció Y-t. Mert ugye nem tudja az Y-t. Ez érthető? Ha valaki azt mondja, hogy ki tudja számolni, mindenki meglepődött volna 2012 előtt. És... szerintem még azért ma is, és rengeteg mai véletlenszám generátor alkalmazásnál használnak különböző konkatenációkat, különböző generátorok, így erősítik, úgy konkatenálja, és mint kiderült, ez nem teljesen jó. Hoztam egy Python programot, nem tudom, senki nem foglalkozott a length extensionetekkel? Szerintem zseniális egy támadás. Fel van a Python proof of concept code, én elhoztam ide, hogy megnézzük. Annyit fogunk csinálni, hogy tegyük fel, van egy titkos szövegem, nem is akarom ennyire túlbonyolítani. Van egy titkos szövegem, mondjuk az, hogy hello, bello, és ennek tudom az SH2 lenyomatát. Csak ennyit tudok. És azt mondom, most nem ehhez a példához, hanem még tovább megyek, mert nincs itt külön XY meg ilyesmi. Csak a lenyomatot tudom, és az kell, azért van benne, hogy length extensionetek, mert itt nincsen konkrétan benne, de tudni kell az, hogy milyen hosszú volt az a string, aminek a lenyomata megvan. Tehát a hello bello az hello bello 10, mondjuk akkor. Tehát tudom kell, hogy ez 10 hosszú volt. Hozzáteszem, azért ez nem olyan bonyolult, mert ha algoritmusom gyorsan lefut, akkor azért gyorsan tudom végigpróbálni, hogy vajon melyik lehetett, ugye. Ez csak zárójelben egyébként, és a támadásnak ez adja a gyakorlati részét. Ha a hello bellónak a lenyomatát tudom, és ez egy bonyolult, és egyébként a szótárban nem lenne benne, és tényleg jó hosszú, és nem tudom visszaállítani, akkor az, hogy hello bello plusz konkatenálni valami, tehát ugye nem tudom ezt a titkosat, és azt mondják, hogy számoljam ki annak az SH-ját, hogy ehhez a titkos üzenethez hozzá konkatenálom az, hogy valami, akkor elvileg azt mondom, hogy ezt polinom időben nem tudnám megcsinálni, ugye? Ez az észszerű, mert nem tudom ezt a titkos stringet. Nem az van, hogy a belső függvény az mindig az előző összes üzenetnek a hash-jéből számolódik, és ez a baj. Hasonló, de... Igen, de ez önmagában még... Még ez önmagában nem lehetne baj, mert a hello bellót nem tudod. Mert a hello bellónak csak a lenyomatát tudom. Ez nem is érdekes, hogy a lenyomatát tudom. Hát de, ezért na de, na de hát ez egy nagyon fontos dolog. Így lesz a csudi, jó. Lehet, hogy nem jól mondtam, de egyébként itt a blokknál, mármint, hogy lehet, hogy nem jól próbáltam elmagyarázni, de egyébként az, hogy ha valóban, hogyha megadnám az összes állapot terét, hogy mi volt időközben a blokkoknak az output előtt, de itt csak az outputot fogom tudni, tehát nem ez a támadásnak a lényege. Vegyük azt, hogy van egy secret message-ünk, ez az SH1 Python, itt van különböző ilyen mindenféle számok, ezt le tudom venni, vagy az probléma, ha leveszem? Ide tudok jönni valahova? Jó, nem megyek oda. Annyit csinál ez a program, SH1 Python, nagyon bonyolult, hogy kiszámolja az outputját. Ez azt hiszem SH1 talán. Igen.
mondjuk a neve az gyanús is lehet, hogy SH1, úgyhogy igen, egy 160 bites lenyomatot fog nekünk generálni, SH1 Python script. Ez az E5E9F, ez a lenyomata az, hogy secret. Ha valaki bármilyen online adatbázisban megnéz, vagy bármilyen programozási nyelvben leprogramozza az SH1-et, a secretnek a kimenete ez az E5E9F, blablabla. Bla, bla, bla. Ez, amit itt látunk, ez a 7365, azt látjuk, nagyon egyszerű. Látjuk, hogy a 65 az ott ugye azért többször szerepel, tehát a secret sima ASCII kódja. 73 az S, E az a 65, tehát átalakítottuk sima ASCII-vé a dolgot. Úgymond az egészet itt most ahhoz a hexához, ami ugye látszik, hogy E5E9F, hogyha ugyanazt beírom, ez csak a minusz X, az csak annyit csinált, hogy ez a hexane extension módba vagy így csinálom, hogy secret, vagy az, ezzel a 75-tel. A lényeg az, hogy ezt a secretet tegyük föl, hogy nem tudom, nincs róla információm, ugye ezt a... Csak a lenyomatot tudom az, hogy E5-9F, ugye ez eddig világos. Van az, ez a támadó scriptem, ez amit 2012-ben jelentettek meg, SH1 extension attack.python. A matematikáját egyébként meg lehet mögötte nézni, és utána majd elmondom, hogy egyébként a konstrukciónál mi a probléma. Két dolgot kell neki megadnom, ugye azt mondom, hogy tudom ezt. Megadom neki, hogy mi a lenyomat, nem tudjuk, hogy a secreté, bármilyen bonyolult stringem lehet. Egy infót kell róla tudnom, mit mondtam, mit kell róla tudnom? Hosszú. Milyen hosszú? Ezért length extension attack, mert a hosszát kell tudnom, beírom, hogy 6. Secret 6. Nagyon jó vagyok. És utána beírom, hogy valami. Ez mit jelent? Kiadott egy ilyet nekem a program, mindenféle számolás nélkül, hogy B68F, ezt látjátok? Ez annyit tesz, hogy ő azt állítja, hogy ha ez a titkos secrethez hozzákonkatálom a valamit, akkor annak a lenyomata 5B68F lesz. Hát ugye ez, ha ez valóban így igaz, már pedig most mindjárt megmutatom, hogy kipróbáljuk, hogy így igaz, akkor ki tudtam számolni a secret nélkül, hogy konkatenáltam hozzá valamit, ami óriási probléma lenne számunkra. Főleg elektronikus aláírásnál. Nézzük meg, hogy látjuk ezt a message-et? Ugye az előbb a minusz x-el azt a, nem a secretet raktam be, hanem 7-3-6-5-6-3, stb. Stb. Azért nem a secretet rakom be, mert hogyha valaki megnézi ennek a kimenetét, akkor ilyen nem ASCII karakterek fognak megjelenni, azért a minusz x-el ezzel a hexában dolgozunk. Tehát figyeljetek, már nem csalok, de egyébként már mindenki otthon kipróbálhatja. Fogunk egy notepadot. És azt állítom, hogy ez a secret message-em, amelyik itt volt, ez a 7-3-5-6-4, ez ugye a secretnek a ASCII mókája. Ha ehhez a message-hez, ez egyébként, ha itt valaki látja, ez a 7-6-6-1, ez a vége, ez a valami, és előtte van valami length, ilyen padding, különböző nullák. Ez azért van, mert épp a lengszeresen adtak, nem véletlenül valamennyi nullát hozzápaddolt. Ezt megfogjuk. Ezt a message-et ki kell szednem. Azt állítom, hogy ha ez elé berakom a secretet, ezt így, Ctrl-C, akkor az SH1 Python minusz X, ugyanúgy X-el kell, mert ugye secret nulla kérdőjel kellett volna, és valamit írnom, csak nem tudom megjeleníteni be az ASCII-be, hogyha valaki egyébként majd olyan a karaktereket próbálja ki, amelyik megfelelő, akkor ugyanúgy működni fog. És ezt berakom ide mögé, akkor azt állítom, hogy anélkül tudtam volna a secretet a legelején, ugye ő itt már megmondta, hogy azt kell kapnom, hogy B68F, amikor csak annyit adtam meg, hogy a lenyomat, 6 és valami. Itt most már eléraktam valóban a secretet, valamennyi nulla, és itt van mögötte ez a valaminek a paddingje. Ennek a kimenete, valamit elkurtunk, bocsánat, valamit, uh,
valamit közben elrontottam. Egyébként direkt azért a demo miatt, amit itt leírtam, ugye szeptember 24, 2012-ben volt az első, most akkor csináljuk végig... Ezt ugye... korábban is ismerték, de ezért nem működik az, hogy ha pulcsos hashet használsz, akkor nem szabad... De az, irányba, az másik, az nem ugyanaz. Ha prefix van meg, akkor tudsz utána megtenni a dolgokat. Na nézzük végig ugyanezt. Ez ugyanaz az elv, mert csak annyi a trükk, hogy tudod, hogy mekkora a... Itt ugye... Az SR256-nak a... Ez nem blokk méretnek így jár, de mondjuk egy blokk mérete. Állapot... Ugyanezt, itt megmutatom ugyanezekkel. Igen, tehát az kipeddeled a francba, akkor az ugyanolyan, mint hogyha hozzá peddelnél még, ez a legegyszerűbb. Még egy blokkot az üzenethez. Mert előre leraktam, na itt is valamit. Csodálkozom, hogy egy kriptográfus a kriptográfban. Nem, de nem teljesen ugyanaz egyébként, mert itt nem csak azt kell tudni, hogy mennyivel kell kipaddingolni, hanem azt is tudnia kell neki, hogy honnan indul ez a konstrukció, és ez a bizonyítás, ami hiányzott hozzá, és ezért jelent ez már csak 2012-ben. Hát azért, mert ehhez nem kell tudnod azt, hogy pontosan milyen algoritmus, hanem mindegyik ilyen Merkel-Damgard struktúránál működik. MD5, SH1, SH2, stb. Azt tudni kell, csak önmagában az, hogy ugyanannyival kipaddingolom, annak úgy önmagában még nem működne. Tehát, hogyha nem csinálom meg azt a transformációt az egyik blokkból a másikba, amit ugye publikáltak, hogy mi a probléma ebben a Merkel-Damgard féles konstrukcióba, akkor ugye nem működne. És nem, egyébként... Hát most, nem tudom, akkor lehet, hogy ezt is kivetítem. Itt igazából amennyi trükk van itt, a fő probléma az, hogy ugye egy olyan string ismeretében hozzá tudok konkretálni valamit, és megmondom annak a kimenetét. Értem, hogy ez miért rossz, csak azt nem értem, hogy ez miért volt újdonság 2012-ben. Akkor jelent meg az először ez a length extension attack, amelyikkel ugye az összes függvényt ezt meg tudták csinálni, mert voltak különböző módszerek. A fő probléma az volt, hogy azt nem tudták megoldani, hogy ha nem volt benne külön másik konkretáció, nem ismertél valami részletet az eredetiből, semmit nem ismersz, mint most itt jelen esetben, akkor nem működött ez az előző támadás. Ami érdekes ebbe az egészben, hogy mi ezzel a probléma? Hát ugye mindenki tudja, különböző konkatenálások, stb. Életrendszámgenerátorok. Ami viszont érdekes, hogy valószínűleg egyébként, hogy bár csak most jelent meg, ez megint csak spekuláció, de ugye hasonlóan, mint a DASH-nél, elvileg a lineáris és különböző differenciális kriptonalizmushoz kapcsolódó problémákat, amikor megjelentették a DASH-ben, elvileg azt állították, hogy a paramétereket ugye azért választotta meg az NSA, hogy a differenciális kriptográfiának, kriptoanalízisnek ellenálljon. És mindenki azt hitte, hogy gyengítették a dolgot, és már kiderült 7-8 évvel később, amikor publikálták, hogy valóban az a paraméter, amit javasoltak, így ellenáll a differenciális kriptoanalízisnek, holott akkor még elvileg nem volt ismert ilyen támadási módszer. Egyértelműsítette az, hogy valószínűleg az amerikai NSA tudta, és egyértelműen tudta ennek a hibának a létezését, és már akkor használta a differenciális kriptoanalízist. Ami megint felvet egy kérdés, hogy miért írták ki 2012-ben a pályázatot, pontosabban már előbb, és 2013. októberében fogadták el, ugye a CatChunk, az új SH3 szabvány. Nem tudom ki az, aki nézte a felhívását. Két dolgot írtak le, ne Feistel struktúra és ne Markel-Damgard féle struktúrán épüljön. Ami nagyon érdekes, ugye teljesen más konstrukciót használ a CatChunk, ami következik belőle, a Length Extension Attack, a SH3 ellen nem működik, és még nagyon érdekes, hogy az SHA-2 és az SHA különböző családjában a 256 bites, nem a 256 bites, meg lehet nézni, a valamelyik konstrukció ellen nem működik. Épp azért, mert az egyik konstrukció úgy kezdi, hogyha több nullával kezdődik a bemeneti paraméter, ahhoz, hogy a blokkot kiegészítsd, hogy a következő blokkra ki tudja számítani, akkor eleve úgy kezdi a függvény az RFC szabvány szerint, hogy trunk, tehát trunc a bemenetet elviszi. A többi RFC szabványban ez nincs benne. Hogy ez most direkt vagy véletlen, ez mindenki elgondolkodhat.
Egyébként a fő probléma az, hogy rengeteg adazásban használták úgy el, hogy a szoltot, amit ugye mögé szoktak konkatenálni a dolgoknak, a szoltot eltárolják az adatbázisban. Nem azért csálták a szoltot, hogy hú, valaki, hát hogyha tudom, akkor tök mindegy, mert tudom a másikat. Az volt az alapelv, hogy például a Rainbow tábla analízis ellen ellenálljon. Hogyha így a szoltot már belerakták, akkor nincs előre prekalkulált Rainbow tábla, mert hogyha egy 250 bites szoltot hozzátettem, akkor cseszhetik. Holott, ha így hozzá volt konkatenálva, és nem tudom, mi a jelszó, de hozzá tudom ezt fűzni, ki tudom számolni a lenyomatát, tudtam olyan stringet előállítani, amivel így be tudok lépni az adatbázisba, holott nem tudom a passwordet, csak a szoltot. És tudok ugyan a lenyomatot előre készíteni. Így támadtak meg különböző webportálokat, ahol kicserélték a jelszó kezelési metódusokat, és azt mondták, hogy akkor én most belépek, és jól kicserélem a jelszót, és akkor oda vitt a új jelszó megadása menüre, és fogalma nem volt az előző jelszóról, és több ilyen elég nagy webportálnál lehetett alkalmazni ezeket a támadásokat. Egyébként ezt majd odaadom, ezeket a scripteket, mindenki otthon kipróbálja, hogy egyébként miért veszélyes ez, és mit jelent pontosan ez a támadás. Amit szeretnék még mutatni, ezt Smallest, ez a neve. Ki az, aki megmondja, hogy ez micsoda? Ez egy Python kód egyébként. Nem tudom, hogy látszik-e, lehet, hogy így. RND2 BIM file-ba kiír valamit. Ez a vége, hogy F-write struppak, ez igazából nem izgató, ez csak annyit csinál, hogy bináris formába írja ki a file-ba. A fölötte lévő az érdekes, V szerszer 5 százalék 2, 64, mínusz 59. Ez annyit csinál, hogy V az egyenlő 7, ugye az elején, 7 az ötödiken, ez a kétszeres szorzás itt Pythonban az a hatványozás, 7 az ötödiken, moduló 2 a 64-en mínusz 59. 2 a 64-en mínusz 59 egy hatalmas prím szám. És bizonyították, hogy a 2 az n-ediken, pontosabban 2 a p-ediken moduló n bizonyos prím számokra, itt van különböző kis Fermat-tétel, különböző Carmichael számok és egyéb matematikája van mellette. Nagyon jó véletlen generátorokat lehet velük képezni, és nagyon jó mintákat mutatnak. Ennek a periodizitus hossza, ennek a generátornak n. Itt a moduló m, vagy moduló n, itt 2,64-e mínusz 59, ez elég hosszú viszonylag. Egyébként, hogy egy másik prímszámot teszek, még hosszabb lesz. Mi ebben a generátorban az érdekes? Itt még annyit csinálok, hogy az r kimenetet elsifrelem 24-jel jobbra, és n 255, tehát 24-re eltolom az egészet, és bejön a másik oldalon, egy sima shift row jobbra 24-jel. Ugye itt ez 32 bites word, egy 32 bit, tehát az egy 8 bites szó, ugye? Igen. 4x8, 32, igen. Hát, jó vagyok. Miért mutatom ezt meg? A neve ennek a Pythonnak az, hogy smallest.python. Ha valaki megnézi, és lefuttatja a Die Hard NIST tesztet, vagy bármi mást, itt például egy NIST teszt kimenete, p-valjukkal. Aki már csinált ilyen teszteket, azért tudja, hogy itt C1-től C10-ig sample, p-valjuk, proportion, 50 tesztet csináltam mindegyikre, frequency, block frequency, run test, long restaurant, FFT, különböző tesztek, és ami nagyon fontos, ez a proportion, 47 alatt nem szabad lennie, mert a 47 alatt van a 0,01-es alfa beállítva, azaz 0,01-nél 47 alatt lenne nem sikeres egy teszt. Ha megnézzük, nem alatta van még, szerencsére, csak egyébként mellé lenne csillagozva, bocsánat, az itt az aján le van írva, ahol 31 a maximum, az ugye ott értelemszerűen máshogy változik a dolog, itt le is írja. The minimum pass rate of the each statistical test with the exception of the random exclusion, ezek a random exclusionok ugye a 31-ek, 47 az 50-ből. Tehát 47 alatt nem szabad találni, a 31-hez pedig 29-nél kisebbet nem szabad találni. Lefuttattuk a NIST tesztet ezekre, az összes p-value-t, hogyha valaki megnézi, ego distribution, tehát egyenletesen oszlik le a 0-1 intervallumban, tehát megfelel az összes statisztikai tesztnek, és egyébként maga a generátor, az pedig ekkora az egész, amin átment a NIST teszten. Ugye azért fura, mert hogy milyen pici a program, és átmegy az összesen.
A következő, ami a kutatási területen volt, és a MOSZ fogom előadni a konferencián, az pedig ahhoz kapcsolódik, ez az elfogadott paper, amit el fogok majd adni, ebből csak egy pár dolgot mutatok be. Itt vannak a tesztek, és tud valaki olyan, azt mondtam, hogy hogyan lehet kijátszani egy NISZ tesztet, tud valaki egy olyan algoritmus mondani, ami nagyon gyorsan kijátsza a NISZ tesztet, mindenen biztos, hogy átmegy. És egyébként nagyon gyorsan megmondom, hogy mi a következő bit, hogyha megfigyelem. Nézzük csak meg ezt a kimenetet. Ez csak egy proof of concept. AS counter módban. Van egy bemeneti key-em, seed-em, ugye ott baloldalt. És counter mód az, hogy 0, 1, valahonnan én nyitom a countert, általában nulláról szokták. A 0, 1, belerakom a key-t, belerakom a nullát, összegszorolom akármi, bárhogy. AS encryption, kimegy egy output, és a következő key az az output lesz. A key belemegy, és egy másik counternel legenerálom. És megfigyeljük, az output azok pedig a C0, C1, C2, C3. Na mit jelent ez? Át fog menni ezen is tesztem? Azért fog átmenni, mert csak AS blokk kimenete van benne, és az AS-t úgy tervezték, hogy átmenjen, ugye? Viszont mi a következő blokknak a kulcsa? Ezzel rejtjelezem ezzel a kulcsa, ami az outputban benne van. Tehát megmondom, hogy mi a következő. Ha egyszer megfigyeltem 128 bites AS-t használok mondjuk, ha egyszer megfigyeltem 128 bitet, akkor meg fogom tudni mondani a következőt. De azt még nem tudom, hogy ez a 128 bites ablakban pont hol vagyok. Mennyit kell ahhoz megfigyelnem, hogy biztos legyen benne 128 használható? Nem kétszer annyit, mert pont el tudok benne csúszni, hogyha kétszer annyit figyelek meg. Ez egy fontos tétel egyébként, ezt bizonyítottam belőle, de nem egy nehéz egyébként. Nem kétszer annyit kell megfigyelni, mert akkor csak a... Hol van a tétel? Pedig itt kimondtam valahol. Itt van. Létezik olyan polinóm algoritmus, így szól a tétel, a PRNG, 2 az M periodizitással, itt most az AS-nél 2 a 128-on, ugye? A FI-en ez egy függvény volt, ahol bevezettem azt, hogy átmegy mindegyik statisztikai teszten, tehát hogy átmegy az összes NISZ teszten, és csak 3 N-bitnek a figyelembevételével meg tudom mondani, hogy mi a 3 N-szegyedik bit. Tehát 128x3, az mennyi lesz? 28x6. 384 bit, bárhol megfigyelek, biztos, hogy lesz benne két darab blokk. Ugye miért fontos, hogy nem kétszer 128 bitet kell megfigyelnem? Itt van két 128 bites blokkom, és mi van, ha így figyeltem meg? És mindegyiknek pont le van a vége maradva. Akkor nem fogom tudni megmondani a következőt, mert nem az volt a bemenet a key-nél, ugye? Nem tudom, hogy ez így érthető, de egyébként majd átküldöm a papert. 3x n bit, 384 bit ugye nem nagyon sok azért. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy miért lehet fontos 384 bit, és miért érdekes ez. Nyitok egy, ez így könnyebb, így a végére, itt nyitok egy kalkulátort, 384 per 8. 48 bájtos rész, ez valakinek ismerős? Ez a TSL, SSL protokollnak a véletlenszám generátor, a Diffie-Hellman kurs cserénél 48 bájtot cserél ki. Ami azt jelenti, hogy például először 32 és talán 48-ra is módosították, ami azért fontos lehet, mert ha valaki így cserél kulcsot, és meg tudom 48 bájtot megfigyelek 384 bitet, egyértelműen meg fogom tudni határozni az összes kimenetét a véletlenszám generátornak. Holott mindegy statisztikai teszten átmegy. Egyébként is egy jó protokoll kulcs cserénél egyébként én már tudni fogom, hogy mi lesz a titkos kommunikáció az SSL-be. Ha valaki egyébként megnézte, kicsit még bonyolultabb matematikával, mert ez a legegyszerűbb kód, amit itt felvázoltam, ami lehet, hogy a kulcs benne van az outputba. Ugye az elliptikus görbe dual ECB ugye elbukott most a különböző teszteken, és azt mondták, hogy az amerikai NSA backdoor-takott bele, és ők megoldották azt, hogy 32 byte-ban, tehát nem 48-ban, mint amit én csináltam itt, hanem 32 byte-ban egy teljes 256 bites elliptikus görbét ki tudtak úgy outputolni, hogy csak egy secret kulccsal lehetett megmondani azt, hogy ez valóban az. Ha ezt szeretném tovább bővíteni ezt a konstrukciót, ezt, ha valaki megtudja az algoritmust, hogy hogyan működik,
mindenki vissza fogja tudni fejteni, hogyha megfigyel 380 bitet, és csak rápróbál, hogy mikor lesz a következő blokkok azzal a kulccsal. De hogy lehetne ezt máshogy csinálni? Mi van akkor, hogy én egy publikus kulccsal, én ezt még rejtjelezem, és a nyilvános csak nálam, vagyis a privát csak nálam van meg? Hát akkor mi lesz a következő? Tudja az algoritmust, de nincs nála a publikus kulcs, pontosabban a privát, most mindegy, hogy melyikkel rejtjelezem. És innentől kezdve hiába figyel meg az outputot, neki arra még kéne megcsinálni egy modul algoritmikai műveletet, ami, hogyha tudjuk, hogy P egyenlő NP, vagy polinom időben faktorizálható a nagy prímek, akkor meg tudná oldani, de különben nem. És erre a Blum-Blum subra egyébként visszatérve, ezzel az algoritmussal igazolni lehet azt, hogy tudok olyan generátort csinálni, amiről, ha valaki a forrását átnézi, sem fogja tudni megmondani, hogy ebben backdoor van ilyen szempontból, mert csak annyit fog meg tudni megmondani, hogy ez a paraméter, ami benne van, valószínűsíthetően föl lehetne így használni, de nem fogja tudni igazolni, mert azt az N modulust nem fogja tudni megmondani, hogy az két prímszám szorzata-e, vagy nem. Pontosabban azt meg fogja tudni mondani, hogy két prímszám szorzata, mert ugye azt el fogja tudni mondani, hogy valóban hatalmas szám, és nem tudja faktorizálni, de a prímtesztek azt mondják, hogy ez nem prím. Viszont azt nem fogja tudni megmondani, hogy ez a két P és Q prímszám az 3K plusz 1 alakú, vagy 4K plusz 1 alakú, vagy 4K plusz 3 alakú volt. És ez a egyik tétel, a egyik következménye, hogy a Blum-Blum subban, most azt nem tudom, 4K plusz 1 vagy 4K plusz 3, feltétel, hogy csak az egyik fajta prímeket lehet használni. Ha én a másikat használom, és AS módban így fogom használni, akkor a privát kulcsa csak egy támadó fogja megtudni, aki implementálta bele, megmondani, hogy egyébként mi a következő kimenet. Más, ha esetleg felfedezi ezt, sem fogja tudni ezt megmondani, csak úgy, hogy egyébként faktorizálná ezt a 2048 bites kimenetet, amit egyébként... Jó, de akkor abban az, hogy az úgy működik, hogy látjuk, hogy backdoorozó van, innentől kezdve kompromitálva. Na igen, de itt... Na de itt a következő, na, megyek tovább a cikkben, ugye? Az, hogy hogyan lehet átmenni mondjuk egy FIPS tanúsítványon, egy CC-n vagy bármin, nem akarom ezt berakni forrásba, hanem azt mondom, hogy side channel attack-kal, fault injection-nel egy bitet át akarok írni, és megmutattam, hogy létezik... Létezik. Tessék? Létezik egy olyan algoritmus, itt van ez a SEA 2, meg a SEA. Létezik két különböző algoritmus, mondjuk, ami csak egy bitben különbözik, viszont az egyikben megjósolható a kimenet, a másiknál nem. Én a test auditra azt fogom odaadni, hogy ez van implementálva a forrásban, és valóban az is van implementálva a hardwareben is, és ha egy tesztert megnézi, azt mondja, hogy nincs benne backdoor, mert valóban úgy működik AS counter módban, ahogy kell, viszont az AS counter mód, ami itt látszik, azt kell átalakítanom, hogy ez a kulcs ne oda menjen, hanem fönt összegszorolni. Azt pedig úgy lehet megoldani, hogy a szorolás az kimaradjon, hogy egy darab sort átírok, azt jelenti, hogy fault injection-nel, ugye nem tudom ki az, aki hallott róla, hogyha egy bizonyos más feszültségen üzemeltetek egy eszközt, akkor el lehet érni, hogy rossz utasításokat végezzen el. Szándékosan be lehet úgy kalibrálni, ha én magasabb feszkót adok neki, az egyik műveletet roncsa el, például amit így jelzek, hogy 0xFA003312 helyett. Ja, hát ezt nem én találtam fel ezt a fault injection-t, így csak azt mondom, hogy én odaadom egy security testernek az algoritmust, azt mondom, hogy ez van beleimplementálva, és ez is van megvalósítva, ő nem fogja észrevenni, nincs benne backdoor. És ennyi volt a nyelven. Tessék? És azt is megmondod neki, hogy hány volt egy határfeszültség. Nem, azt utólag fogod. Azt utólag fogom, azt én fogom befolyásolni. Hogy mégis legyen benne backdoor, és se a hardveres implementációban nincs be, se a szoftveresbe. Holott egy ilyen feszültség ingadozásra, hogy lökök egyet az eszköznek, át fogok írni egy bitet a programba, amivel a kulcs módosításon szerint mutattam más, hogy működik, és én már fogom tudni a kimenetet, hogy már az manipulált, és én meg tudom jósolni. Az értékelt program fog futni. Holott mindkét az értékelt program is, és a módosított program is átmegy minden statisztikai teszten. Tehát, ahogy szokták alkalmazni, hogy megíratnak még egy tesztert, az nem fogja kimutatni, hogy módosítás történt. Zsori, most azt mondja, hogy sezzel, hogy lehet május 21-én lesz a konferencia itt Magyarországon, ezt előadom a Rényi-Alfréd Kutatóintézetbe, és elfogadták, és négy bíráló közül három nagyon jó véleménye volt, és az egyik megkérdezte, hogy hát tök jó, meg mondott egy pár negatív véleményt, és hasonlóan megkérdezték, hogy egyébként általában minden paper conclusion-nel végződik, hogy amúgy mit lehetne, és egyébként szerintem van rá megoldás, mert én csak azt tudom mondani, amit egyébként már ezerszer máshol is elmondtak,
bármilyen kriptográfiai modul, hardware modul, vagy akármit nem lehet bízni, hogyha kívülről jön. Két dolgot tud az ember csinálni. Azt fogja mondani, hogy lehet egyébként bizonyítani nagyon érdekes módon. Van két kriptográfiai modulom, mindkettő átmegy minden teszten, két különböző gyártótól, és azt mondom, hogy a kimenetiket például összexorolom. Ha mindkettőben backdoor volt, akkor bizonyítani lehet, hogy a kimenetből biztosan nem fogja tudni visszaállítani egyiket sem. Nagyon egyszerűen lehet egyébként bizonyítani. A probléma akkor van, hogyha két gyártó össze beszélt, és így ott vagyunk, ahol a part szakad. Most mondhatnám, hogy lehetne egy harmadikat is, de nem ez a megoldás. A megoldás az, hogyha valóban biztonságosat akarunk csinálni, akkor egy modult, amit mi terveztünk és mi csináltunk, az benne legyen ebbe az összeszorolt outputba. Mert egyébként, hogyha az benne van, és tudom, hogy az... Pontosan. Hozzáteszem, a BSI-nek a tesztje szigorúan titkos adatok minősítésére semmilyen Németországból kívülről érkező programot, semmilyen eszközt nem enged, még chipgyártás sem, semmit. Hiába mondod azt, hogy ez már pedig csak egy FPGA és full üres, nem engedi, otthon kell legyártani egy szigorúan titkos rejtőző eszközhöz. Mondom, semmilyen esélyt nem akarnak megadni abba, hogy bármit is valahogy úgy adta bele, hogy ők azt nem veszik észre. Innentől kezdve mindenki elgondolkod, hogy egyébként az ilyen backdoorokat észrevenni matematikailag, statisztikai tesztekkel szinte esélytelen, ezért van az, hogy például az MBS nem fog fölkérni mondjuk, mit tudom én, Kínában egy gyártót, hogy hallottuk, hogy nagyon jól csinál véletlenszám generátort, hogy Magyarországnak legyen beszállító. Kicsi, olcsó, ugye? Úgyhogy közben nézem, hogy 9 óra 5, hát azért vége lett az időnek. Egyébként nagyjából ennyit terveztem, amit még meg akartam mutatni, hogy vannak, azt is oda fogom mondani, különböző challenge-eim, amit ilyen teszt egy. TrueKit Container mindenki ismeri. A challenge annyiból áll, hogy van 1000 darab data 1 rendé, data 2 rendém, 1000 darab fájlom. Ez az, amit mondtam, hasonló, és tudom, hogy az egyik TrueKit Container, AS TrueFish Serpent 256 bitter rejtjelezve, és itt van a TrueKit Container jelszavam. És tudom, hogy 999 fáj pedig ezzel a lineáris kongruencia generátorral lett generálva. Állapítsam meg polinom időben, hogy melyik a TrueKit Container. Jelzem, hogyha ki... TrueKit, tessék? Nincsen. Jelzem, hogyha kipróbálom a jelszót mindegyik részhez, meg fogom tudni alapítani, hogy melyik az, viszont az pont kiesik a polinom időből, mert ha bizonyítani szeretném valamit, hogy az polinom időben benne van, akkor n bit a bemenet, n bit az output, és mivel n az ordó n az nem polinom idő lesz ebben az esetben, ezért, hogyha kipróbálom mindenhova a jelszót, az nem lesz polinom idő. Egyébként itt vannak még ilyen különböző paraméterek, hogy mennyi az a, mennyi a c, mennyi az m, és hogy mi a true password. Egy nagyon jó challenge egyébként, mert nagyon sok megoldást láttam. 1000 darab van, ugye a legegyszerűbb tényleg, hogy megírom Python scriptből, hogy kipróbálja a jelszót a TrueKit, és amikor visszatért, hogy fölmontolta, meg tudom állapítani, hogy mi volt a visszatérés, akkor oké, különben nem. Mivel ez pont nincs polinom időben, ezért ez nem lesz jó megoldás. Viszont vannak olyan megoldás egyébként, olyan statisztikai tesztek, amik sokkal gyorsabbak, mint egy NIST teszt, mint például a Sárközi teszt, vagy bizonyos részek, ami a, tudjuk, hogy a lineáris kongruencia generátor egy rossz véletlenszám generátor. Vannak hibái, tehát vannak olyan statisztikai tesztek, amik nagyon gyorsak, polinom időben futnak, és nem kell az egészre lefuttatnom, mert bizonyos bit megfigyelés után, mindegyik 1 megabájtos egyébként a fájlok, bizonyos bit megfigyelés után egyértelműen tudom mondani, hogy ez nem lehet AS output. Itt például ez a... Mert azt tudom mondani, hogy ez LCG generált, ha AS lenne, akkor ez ahhoz túl rossz. És mert tudjuk, hogy úgy kezdődik a trükkik, hogy AS TOFI Serpent, ezért tudjuk, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, és egyébként ezért nem kell az egész fájlt feldolgozni minden esetben, hanem elég 100 bitet megfigyelni egy fájlból, és egy data-analízissel megmondani, hogy a entrópiája túl alacsony ahhoz, hogy ez AS legyen. És így meg lehet mondani, hogy a... A lineáris konferencia helyett mondjuk egy RC4-et használna, azért az már kihívásabb, viszont az RC4-et is meg lehet állapítani outputból, hogy az van statisztikai eltérés. Azt nagy méretből, az 1 megás fájlnál az nem működne. Azt most én nem tudom, de biztos van rá megoldás. Nem biztos. De például, hogyha mondjuk itt a feladat az, hogy OAS és TrueFish, tehát azt is meg kell állapítanom, na ott akkor azzal azt nem fogod megoldani polinom időben, mert ha igen, akkor valamelyiket föltörtük.
Hát köszönöm szépen, nagyjából ennyi lenne. Ugye, amire ki szeretném hangsúlyozni az előadást, az ugye a szoftveres véletlenszámgenerátornál, ugye a programoknál, hogy ha valaki bármilyen programozási nyelven elkezdi a fejét törni, és hogy mit szeretne programozni, nagyon figyeljen oda, nagyon egyszerűen el lehet hibákat. Azt gondolom, hogy ha összekonkretálom a kész ringet, majd a lenyomatát kiszámolom, semmi hibát nem lehet össze elkövetni, és mégis el lehet. Vagy az, hogy olyanás kontermódba, azt véletlen mégis megjelenik az outputba a key, nagyon sokat el lehet. Általában oda kell figyelni, hogy mondjuk egy RFC szabvány által, vagy bármilyen olyan tényleg megfelelő algoritmust érdemes leimplementálni, vagy használni, amit már ismerünk, és nem magunktól elkezdeni okoskodni. Aki tudja és tudja bizonyítani, hogy ez megfelelő, akkor semmi gond, csak nagyon el lehet rontani egy véletlenszámgenerátornak a kimenetét, hogy csak azzal, hogy mondjuk egy összegszorolom akármivel, mégis azt gondolom, hogy ez jó lesz. Azokat pontos bizonyításokat és nagyon sok dolgot kell ahhoz elvégezni, hogy tudjuk, hogy nem gyengítjük a véletlenszámgenerátor kimenetét. Úgyhogy tényleg amire ki szeretném hangsúlyozni, hogy válasszuk meg jól mondjuk a CSP rengék közül egy megfelelő programot. Én az AS Counter módban RFC 3602, AS CBC Counter mód közti különbségek és testvektorok alapján megmutatja, hogy AS CBC módban is egyébként ilyen Counter módszerűségbe implementál plusz ilyen kijeket véletlenszerűen, az egy jó véletlenszámgenerátornak tud lenni, és még egyébként a kimetet összegszorolja egy ilyen megfelelően bizonyított algoritmusa, hogy nem lesz probléma. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha esetleg valami kérdés van, igen? Az teljesen nonsense, hogy az ember a fejlesztő keretrendszerének a véletlenszámgenerátornak. Az nonsense. Ne, most csak mondok valamit, hogy például PHP-ban nincs megfelelően implementált, csak hogyha a hogy mondják, ezt library-t használsz hozzá, vagy például a Pythonban is be van építve egy csomó, de például a Python cryptet kell, pcryptet kell használnom ahhoz, hogy egy megfelelő kriptográfilag biztonságos véletlenszámgenerátort használjak. Hogyha statisztikai modellezésre és arra szeretnéd használni, hogy a passziánsban mi lesz a következő lap, akkor tökéletes. Hogyha kriptográfiai eljárásra, akkor azért meg kell figyelni, hogy annak van-e tesztje, átmente a teszteken és megfelelő-e. Nem azt mondom... Tessék? Nem biztos, meg azért megnézném, hogy az mit tud. Mondom, a legtöbb esetben ezek nem jól vannak implementálva, de például a .NET-nél meglepetésemre a CryptGenRun függvény az teljesen jó, kriptográfilag biztonságosan elfogadott. Ezért, miért lehet, hogy a JSON-nél is jó? Nem ismerem. Meg kell nézni, hogy mit használ. A legtöbb implementációban, vagy az RFC szabványban, vagy ahol a fejlesztő leírja, ott leírják, hogy mit használnak. Hogyha azt írja le, hogy dash használ például, akkor el kell dönteni, hogy ma már a dash tudjuk megfelelő időben mondjuk törni, különböző célhardverekkel. Ha neked nem arra kell, hogy lottót sorsolj elektronikusan, és nem olyan problémás, akkor jó a dash passziánszra vagy bármire, de ha kriptográfia alkalmazása, akkor például nem. Ugyanúgy meg kell nézni, hogy mi a nagyon jól ismert Merzen-Twister algoritmus. Zseniális ciklikus hossága van, 2:19.937-1. A hosszabb a ciklikus hossza, mint a Földön előforduló atomok száma, ugye, nagyon jó, viszont ugye 623 dimenzióban egyenletesen oszlik el, viszont egy teljes ciklus után meg tudom mondani, hogy mi a következő bemenete, és megjósolható. Nem kriptográfilag biztonságos például. De, hogyha statisztikai elemzést akarok használni, és azt mondom, hogy generálj le nekem jó véletleneket, egy 10 millió terrát, tök jól el lesz vele. És statisztikai elemzésre jól lehet használni. Megvan az, hogy mekkora megfigyelés után, viszonylag gyors megfigyelés után meg tudom mondani, mik lesznek a következők. Tehát a kriptográfiailag fontos dolgokat nem teljesíti. Holott minden statisztikai teszten átmegy, mert átmegy. De, mint ahogy itt mutattam, ez az AS átmegy minden statisztikai teszten, mégis meg tudom mondani 384 biton, hogy mi a következő, mert bénem volt tervezve. Pontosan szándékosan így. Egyébként a session ID generálásban bőven egy stream-szállítást használ az ember, aminek a kulcsát elveszti az ember. Ja, hogyha ez egy megfelelő stream cipher, azért nem árt, hogyha ez egy biztonságos. Jó. Nem,
nem, én azt mondom, hogy ezek valószínű minden egyes könyvtárcsomaghoz, minden egyes programozási nyelvhez, amit én eddig néztem, ugyanúgy megtaláltam PHP-hoz, Python-hoz, C-hez, mindenhol van ilyen Secure Cryptography Library. Nem létezik, hogy nincs, és abba szinte biztos vagyok benne, hogy meg kell nézni, hogy mit implementáltak, és valószínű jól implementáltak. Ha nagyon-nagyon fontos a biztonság, akkor egy forrásaudittal kell kezdeni, hogy valóban nincs benne backdoor. Egyébként pont most kerestek meg minket egy jogszabályszervezettel, a Szerencsejáték ZRT-től, hogy véletlenszámgenerátor definíciója és a segítségeket adjon, és mondtam, hogy én nagyon szívesen gyártok nekik véletlenszámgenerátort, ha beleteszik az algoritmust. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, mert több ilyen cikket még nem válogattam ki, mert több ilyen alkalmazás van hozzá. Szerintem az Áronnak el fogom küldeni e-mailbe, hogy mik voltak az előadáson, és az összes ilyen Python scriptet, az összes hozzátartozó minden dolgot, és akkor valóban felrakjátok, vagy le lehet tölteni. És május 23-án után pedig ez a sidechannel kriptográfia, amit mondtam, amikor a konferencián előadom, utána ez is elérhető. Meg a Akta Stúdia matematikában egyébként ez meg fog most jelenni. Úgyhogy utána ezt is már lehet olvasni, addig ezt még nem adom oda. Egyébként ez csak arról szól, mondom, hogy elég nehéz kiszúrni, hogyha valaki hardveresen is és szoftveresen is nincs benne a backdoor, és csak úgy csinálom, hogy ez szinte esélytelen, hogy én nem is, tehát mondom, ez tényleg az van, hogy van olyan szint, amikor már azt kell mondani, hogy nekünk kell tervezni a dolgokat, nekünk kell implementálni, és nem bízunk senkibe. Igen. Az a másik algoritmus, az hol? Sehol. Ez úgy működik, hogy az az algoritmus, ami benne van implementálva, és az én algoritmusom, ami a kettő... Ami benne van, az hardware, ott van, bele van drótozva. Az bele van drótozva. És az az algoritmus, amelyik a rossz algoritmus, és a jó algoritmus között csak egy bit eltérés van forráskódilag, assemblyben mondjuk, amit itt például felvázoltam. Itt például így nézett ki. Itt az, hogy az AS kulcs hova menjen, a outputra vagy ne az outputra, move EA EBX FA031102, a másik pedig 003103. Egy bit különbség van. A lényeg az, hogy az nincs benne sehol. A feszültség emeléssel előre kell neked kipróbálni, hogy az az eszköz hogy fog hibázni. Egyértelmű, hogyha más kondícióban van, más feszültséget kap, más hőmérsékleten van, hibázik a processzor. Úgy kell kikalkulálnod, hogy akkora feszültséget kapjon, hogy úgy hibázol, hogy pont az az egy bit legyen át, ez az egy bit. Tehát ugyanaz az algoritmus nem lesz, csak egy fals eredmény fog kijönni, és igen. Azt, hogy lesz az a fals eredmény... Azt már előre matematikailag már befolyásoltam. Amikor értékelőben beadod, akkor a jó algoritmus. Akkor visszaadják, és mielőtt eladod a szerencsejátékertőnek. Ezt a játékot megcsinálod, hogy ezt az egy bitet át kell billenteni egy lezárt dobozban. Akkor is ugyanaz az algoritmus tud le, csak ki más értékelőben. Nem, más algoritmus. Az algoritmus, hogy rossz helyre megy a utasítás kódja, más szintén. Maga a kód változik? Igen. Kétféle van. Van a sidechain-atak, ahol nem változik meg a kód. Van, ahol nem változik meg... Van olyan, hogy nem változik meg a... Bocsánat, van két olyan, hogy van olyan, ahol nem változik meg a kód. Ez a voltage glitching, ahol csak akkor fut ugye az algoritmus, hogyha más feszkón megy az algoritmus. Ahogy visszáll az eredetire, visszáll az eredeti. De van a tartós átbillentős, amikor mondjuk beégetem, tehát azt mondom, hogy ha egy bizonyos EAX regiszterbe beírtam, az azt jelenti, hogy ez a flash ROM vagy valamilyen smart card része, ami beég a memóriába, és ha úgy fut onnantól kezdve, utána már az az eszköz az megfelelően fut. Egyébként, ha valaki megkapja utána ezt a dobozt, és le akarja tesztelni a kimenetet statisztikai tesztekkel, neki ugyanúgy azt fogja kapni, mint az értékelők kaptak, ahol még más volt. Ez azért nagyon veszélyes, mert több ilyet láttam, konzultáltam olyanokkal, akik hardware gyártanak, hogy ezt hogyan tudnám megcsinálni, ha ezt szeretném most implementálni gyakorlatban, úgyhogy most azt nézzük, hogy ez meg nem, egyébként nem, tehát nem. És tehát nem én találtam fel a spanyol viaszt, szinte biztos, hogy ezt nagyon sok helyen alkalmazzák. Az a nagyon furcsa, hogy mennyire nem kell nagy költség hozzá, és mennyire egyszerűen meg lehet csinálni. És ha beírjátok azt, hogy voltage glitching, sidechanneletek a netre, akkor ilyen ródesvászol oszcillátor kell, hogy megmért, hogy mennyi, stb. Hol fog hibázni a processzor. Tehát megvan ennek a tematikája, hogy lehet kiszámolni, hogy úgy hibázzon, ahogy én szeretném. Csomó cikk van. Igen. Hogy kell úgy. Utána neki tudta
Itt az a furcsa, hogy én eleve én implementálom direkt a hibázás bele, hogy én később tudja. Ez... Hát én ugyanezt kérdeztem meg, elmentem egy céghez Magyarországon, akik rejtjeleszközökkel foglalkoznak, és megkérdeztem őket, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, és hogy meg tudnák ezt csinálni, ha én azt mondom, hogy ezt szeretném. Kicsit gondolkoztak rajta, és meg lehet. A valóságban úgy működik, hogy rengeteg tesztet csinálsz, és megnézed, hogy itt megy, ott megy, számítod, mi lesz az output. Van plusz 40 fokkal a processzor, minden második hibamüzetnél nem jó. Így csinálnak, úgy csinálnak, és két hónap után rájössz az, hogy csak 0,01 feszkóval emeled meg, és minden százalékra fog hibázni. Persze, persze. Ez külön labor kell. De az pedig az N üzleti változatban kell adni. Nem. Ott csak a tehát ez azt jelenti, hogy amit te azt a volt egy kicsikről, te azt mondod, hogy te politikatávaló vagy, aki fizikai hozzáférésre rendelkezik az eszközhöz, és tesztelgetheted a kicsikkel, kihívjál az általam megismert fogva, mint állandó eszköz. Igen, például. De nem arról beszélünk, hogy Nem. Egyébként erről nagyon sokat lehetne beszélni, nem tudom, hogy valakinek ehhez kapcsolódóan kérdés. Mennyire realisztikus ez a működő, hogy a hiteles utazásokat leellenőrzöm az eszközt, akkor nem csak a szakmány feszültségem adhatom. Nehéz. Én ugyanezt kérdeztem meg attól a cégtől, akivel elmentem hozzájuk konzultálni. Ott ilyen FPGA beégetésekkel, meg ilyen processzor hibatűrések tesztelésével tesztelnek, hogy mennyire lehet ezt annyira elrejteni, hogy 0001, tehát hogy mennyivel picit, és elég jókat tudnak csinálni, hogy nekem meg kell emelni a feszkót, SOS-FI 095-től 094-7-re emelni, tehát nagyon úgy kell, és elég sok a brute force tag lehetőség, elég sok a dolog, és egy a probléma ezzel, hogy nem tudod az outputot megkülönböztetni a kettő különbségét. Nem tudod, hogy mikor sikerült és mikor nem, csak akkor, hogyha én voltam az implementáló. Ezért probléma... De mivel véletlen számgenerátor, ezért a véletlen, hát mit, ha AS rejtjelezés lenne, akkor igen, akkor meg tudom, hogy rosszat csinált az AS. De egy véletlen számgenerátorral mi a rossz? Ha átmegy a... Nem. Egy véletlen számgenerátorral mi a rossz? Ha átmegy a teszten, akkor jó a véletlen számgenerátor. Ugye itt fölmerült az a kérdés, hogy nem lehet-e tesztelni a kimenetet. Ha egy AS rejtjelezés lenne és elrontja az AS rejtjelezést, az igen. De egy véletlen számgenerátornál mi a rossz kimenet? Hogy ha átmegy a teszteken, akkor még mindig véletlen. Szinte esélytelen. Jó, elég elhúzódott. Én köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként, hogyha valakinek van kérdése, vagy ha valaki akar jönni a CERC-re, az május 21-24, a Rényi Alfred Kutatóintézetén fönn van, 35.000 forint a regisztráció, és 3 napos konferencia, egy vacsora benne van, tök érdekes, csak kriptó téma lesz. Jelenleg itt van Magyarországon, Budapesten.